Köszöntök mindenkit, nagyon szép estét mindenkinek, nyugodtat, remélem békés is. Úgy döntöttem, egy ilyen fél órája, hogy egy élőt elkezdenék, azért én közben dolgozok, azért szoktam hallgatni más anyagokat, másoknak a beszélgetéseit, tehát olyan videókat, amik úgy jók, tehát jó hallani. Az első kérdésem, hogy jó a hang, kérdezném mindenkitől, hogy rendben van-e, mert hallom, hogy időnként elmegy, megy a kép is megy. Nem tudom. Tudjátok, a múltkor mondtam, hogy van egy szám, ahol lehet, hogy játszás van benne. Nem tudom, nézzük majd meg egy kicsit később, mi az a szám. Hát, ha akkor rájövünk, hogy mi az a lélek határ, amit néha ugorni kell. Na, szóval, hát téma az továbbra is az, amiben élünk, mert ugye hát ezt azért, ha azt fogjuk mondani, bár én is híve vagyok ennek a gondolatnak, hogy ne adj energiát negatív dolgoknak, mert ugye hát akkor azzal növeled annak az erejét. Ez részben igaz. Viszont ha így nézzük, akkor tudatlanságban is lehetne lenni, mert igazából ami körbevesz, az valószínű, hogy hát nem éppen a legjobb kiinduló pont arra, hogy hosszú távra tervezz az életedet a Föld nevű bolygón, és azt gondolom, hogy akkor viszont érdemes azért beszélni róla. Ugye mérhetetlenül sok anyag van föl, nagyon sokat küldtök, és nagyon sok kérdés van, köszönöm nektek. Most van egy elfoglaltságom, mert egy kicsit átrendezek egy színvilágot, ahol élek, és úgy gondolom, hogy megcsinálom ezeket a színeket, amit én úgy hívom, hogy hát ez az univerzum hangjai, az univerzum színei, gyakorlatilag gyógyító színek, és remélem egyszer majd lesz lehetőség, akkor néhányatokat találkozunk is, és talán még élvezni is fogjátok. Elég komoly munka, tehát ez nekem elég nagy lekötöttség is, viszont javaslom mindenkinek majd, hogy egyszer beszéljünk erről. A színektől nem kell félni, ugye hát én ezt mindenkinek mondom, a színekhez bátran kell nyúlni, azt azért, ha csak az egyiptomiakat nézem, akiknek az alapszínük a vörös és a fekete volt, jó hallottad, vörös és fekete. Nem véletlenül Kemet-mer, fekete földnek hívták. Tehát ezek olyan színek, amik olyan rezgést adnak, amely bármilyen hangulatban vagy, bármilyen rossz állapotban vagy, azok gyógyítanak, tehát emelik a rezgést, és nagyon-nagyon javallom mindenkinek. Én a fehéret én senkinek soha nem javasoltam, mert a fehér ugye mindig azt mondjuk a tisztaság színe, ez igaz. De azért, akkor mondjuk egy példát, bemész egy orvosi rendelőbe, általában fehér, ha még gondozzák, vagy ha esetleg új, hát nem hiszem, hogy ott magas rezgést érzel, és főleg nem érzed úgy magad, hogy nagyon jó ott lenni, tök mindegy, hogy melyik bemész be. Évek ezelőtt is mindig az volt, tehát én nem javaslom a fehéret, az tisztasági festésnek van, ahol jó, de hát valahol abban lakni kell. Tehát ha már laksz benne, akkor lakjál egy olyan színvilágba, miután a színek, ha bármilyen szint, ha nézel, az egy rezgés, egy olyan spektrumban, mint hogyha te jól kezeled, és úgy használod, akkor az téged folyamatosan feltölt, folyamatosan energetizál, és ami a legfontosabb, amit még alaphangod is megérez valaki, hogy nyugodtságot, valami békességet. Ha aki nagyon nem érti, akkor azt fogja mondani, hogy jó hangulata van. Igen, hát a színeknek azért megvan a maga hangulata, de inkább azt mondom, hogy maga szerepe és fontossága. Tehát bátran nyúljatok a színekhez, hogyha esetleg majd akartok valamit csinálni. Segítek is benne, tehát kérdeztek, válaszolok. Tehát nem kell félni tőle. Minél több színt használtok, persze itt azért az ízlést figyelembe kell venni, de nem kell félni a színektől, az erős színek erős rezgést is tartalmaznak, és ezért óckodnak az emberek, hogy ó, az milyen, nem kell félni, higgyétek el, nem kell félni. Úgyhogy én most benne vagyok egy ilyen történetben, igyekszem majd ebből kijönni, és a végét majd megnézzük, de szerintem jó. Én azon tudom magam észrevenni, és magamon érzem, sőt, amikor valahol nekünk dolgoztak is, és én meghatároztam, hogy milyen színek legyenek, képzeljétek el, akik dolgoztak benne, azt mondták, hogy döbbenetes volt, hogy hazamentek, és nem voltak fáradtak, és forgolódott az ágyba, és 2-3 órát aludt, meg egyet, és pihentebb volt, mint addig, amikor sokkal többet.
Miért? Mert közben meg, ahol dolgozott, az kicsit átmozgatta, és folyamatosan mondták, de nem panaszként, csak nem értették, hogy miért van az, hogy fütyül a fülük. Hát igen, mert egy bizonyos rezgést, az hát jó a hallásod, és szerintem mindenkinek megvan a hallása hozzá, hallani fog, és fütyüljön, így ilyet hallasz, persze ezt halkan fogod hallani, tehát nem zavaró, sőt, mi több, annyira nem zavarja a kedélyállapodod, mindig jó is. Fontos dolog. Na, ennyit a színekről. Most ebben vagyok benne, hát most olyan piros voltam, gyerekek, hogy fú, olyan színes volt minden rajtam, hogy föl kellett erre készülni. Viszont, ami fontos, az, hogy ugye, amiket írkátok, és örülök, hogy sokan foglalkoztok ezekkel a témákkal, hogy szabad-e a vegyületeket magunkba venni, vagy nem. Hát nézd, ma már csak azt tudom mondani, hogy sokan akkor kérdezik meg, amikor már túl vannak rajta. Én meg azt mondom, hogy akkor kérdez még, amikor előtte állsz. És nagyon sokan, hál' Istennek mostanában kérdéseket tesznek föl, hogy mi erről a véleményem, arról a véleményem. Én azt mondom, hogy mindent lehet, amit te úgy érzel belső hanggal, hogy az neked jó. Mindent megtehetsz. Tehát én nem tudok olyat, hogy nyilván ami észszerű, hogy ne, azt ne tedd meg. De például erre a mérhetetlen nagy voltakozásra, hát egyértelműen a belső hangod a legjobb kérdező és felelő partnered, a legjobb társadat fogod megkérdezni, és meg fogsz lepődni a válaszon. Nem fog kabátot adni rád, vagy hogy öltöztetni, hogy induljál el. Biztos lesz benne. Miért mondom ezt? Hát az, hogy 1000 cikk van, az, hogy 1000 videó van, ezt tudjuk, mert ez a szitu ez azért hozza. De azért a józanésznek is jönnie kell, hogy azért belegondoltok, hogy sokszor beszéltük, és most is mondhatnám azt, hogy ne foglalkozz vele, ne törődj vele. Van, aki videót tesz föl, hogy nem szabad erősíteni, meg nem kell ezzel foglalkozni. Én azt mondom, hogy a legegyszerűbb nem tudom más venni valamiről, de attól az még van. Attól még az létezik. Ha pedig te tudsz valamit, vagy úgy érzel, hogy azt megosztod, akkor az a legnagyobb felelőtlenség, ha ezt nem teszed meg. Miért? Miért? Ha van valami okod, amiért azt mondod, hogy nem akarok. Hát ha segítséget tudsz adni, akkor nézd. Nekem többen mondják, akik olyan helyen dolgoznak, ahol kapcsolatban vannak olyan helyekkel, olyan intézményekkel, ahol pontosan találkoznak esetleg ilyen ezekkel a vegyületeket már magadba fogadó emberekkel, és egyértelműen mindenki azt mondta, mindegyik azt mondta, hogy nem. Hát, hogy azok a hírek, amiket hallunk, az nagyságrendben más számokkal működik. Én nekem most is az a véleményem, hogy azt halljuk, hogy már 3 milla, én szerintem egy se, 3 milla az lehet, szomorú lennék, ha az lenne, de ha az a szám kell ahhoz, hogy minden úgynevezett nyitást legyen, akkor mondjuk azt, hogy ha 5 milla, 10 milla, tök mindegy, csak egyet azért mindenkinek javaslok figyelembe venni, hogy egy olyan vegyületről beszélünk, aminek nincs semmilyen olyan eredménye, tehát egy hosszú távon kísérletek, laborás eredmények, meg egyebek. Én a minap hallgattam egynek, mik voltak az eredmények, milyen utóhatások vannak. Mert ugye ma csak azt halljuk, hogy marha nagy szám, meg nagyon-nagyon kell menni, meg nagyon biztatók, meg nagyon jó, de igazából az eredmény, tehát a utóhatásra mély-mély csönd van. Megjelent ugyan egy cikk, ahol felhívták a figyelmet, hogy igenis, ha bizonyos anyagokat, bizonyos szándékosan nem mondom, mert szerintem mind ugyanaz. Ha belekerül valakivel ez az anyag, akkor ilyen-olyan szédülés, rosszul lét, a szívdobogás, meg egy egyéb, a többit már le se írjuk. Na de, ha ez az anyag ezt hozza, és neked addig nem volt, akkor mit hoz még, ami még nem jött meg? És most is az a véleményem, és az, amit láttam ezt a beszélgetést, és meg is döbbentem, persze olyan időpontban láttam, ami teljesen észszerű, hogy akkor látod, mert ugye hát az normális, hogy éjjel 3-kor látod ezt a beszélgetést. Éjjel 3-kor volt leadva. Hát nyilván akkor van mindenki éber állapotban, mindenki alig várja, hogy éjjel 3-kor pont tudod nézni, nem? Tehát olyan mindenki számára nagyon jó.
És ott egyértelműen kutatók, és benne voltak kanadaiak, amcsik, franciák, németek és japánok. És közösen kutattak olyan anyagokat, amik inkább oltóanyagok, amelyik a kísérleteket elemezve azt mondták, hogy ha bármelyiket ha beadnánk tömegesen, az garantált bukás, az garantált probléma. Gyerekek, ott mondták ki ezek. Ezek hozzáértők voltak. Hangsúlyozottan nem tudom, hogy mikori volt a videó, de én szerintem egy olyan 3 éves, de 2-3, de legyen 4. Az valószínűleg nem 21-es, és gyanítom, hogy nem 20-as. Mert amit ott hallottam, azon, ha valaki végig gondolta azt, amit ott hallott, akkor az pont ma zajlik. És olyan kutatók, akik egyenesből mondták, hogy soha semmilyen anyagot úgy adni az emberi populációnak, hogy annak hosszadalmas előtanulmánya, kísérletek, és ők ott kimondták 5-10 év, gyerekek, 5-10 év. Mit mondjak erre? Na most nem tudom, hogy a most éppen a forgalomban lévő bármelyik vegyiről tudtok-e ilyen időt. Nem tudok róla. És itt azért el kéne gondolkodni, hogy ugye sokszor mondom nektek, hogy a filmekben le vannak vázolva, ott már elő vannak, föl vannak kínálva az étlapként, hogy mi várható, minden megvan, minden filmben megvan. Múltkor is mondtam nektek filmet. Úgy is azt mondom, hogy vannak olyanok, például 97-es volt, ha jól emlékszem, a Gattaga nevű film. Lehet, hogy sokan láttátok. Ha nem nézzétek meg, Gattaga. Ez nem 97-es volt. Nem mai volt, tehát ez nem mai. Akárhogy nézzük. Lazán, 24 év, 2097, 2007, 17, 24 éve. Gyerekek, nézzétek meg a filmet. Én azért tudok sok filmet mondani, mert régen is filmekkel foglalkoztam, meg benne voltam a világban is, és én szeretem. Nem. A készítőket hagyjuk. De magát a filmet azért, mert megjáratja a gondolataidat, és elutasztatja a gondolataidat olyan dolgokba, sőt vissza is tudsz utazni, múltba is, sőt előre tudsz menni a jövőben is. Kérdés, hogy te milyen tudatállapotban vagy. De a Gattaga filmbe, ami azt mondom, azt hiszem 97-es volt, üssétek be, nézzétek be, nézzétek meg. Gattaga, és azt hiszem 97-es. Ha 24 éve betettek egy filmet, amit nyilván nem aznap forgatták, hanem 1-2 éve előtte, és a forgatókönyv az még előtte. Tehát maradjunk, hogy a történet az azért elő hosszabb életű volt. Tehát még előre valahonnan vették. Most nem a filmről szeretnék beszélni, de a lényege ott is az van, hogy ott is mutogatták, hogy megállítanak az úton, akkor útzár, belevilágítanak a paliszemébe, megnézik a szemtükrét, belenyúlnak gyerekek egy pálcikával a torkába, figyeled, pálcikával a torkába, meg rátette egy kütyűre, 97-es filmről beszélek, nem most készült, 97-es film, feltétlenül nézzétek meg, és megnézte, hogy az stimmel-e, azok a számok, azok az eredmények, az az analízis volt-e, amivel tovább mehet-e. Mindegy, ennyi a lényeg, és akkor abban a filmben is határozottan emlékszem, arról szólt, hogy egy kísérletet kell végrehajtani, hogy az adott civilizációt egy kicsit ritkítani kellene, szó szerint. De az 97-ben filmben van, akkor miről beszélünk, hogy mi lehet 20-ba, meg 21-be? Ha 97-ben ott ülsz a moziba, megnézheted, szerintem elérhető, és akkor ott van, és akkor erre mondom azt, hogy muszáj lesz mindenkinek fölnőni tudatilag, tehát be kell fejezni a kiskorúságot, szellemi kiskorúságot, muszáj fölnőni. Rengeteg üzenet van a filmekben, higgyetek el, hogy azok a filmek nem hülyék csinálták, nagyon sok pénzért, de nem hülyék. Oké, nem kell mindegyiket szeretni, meg nem kell szeretni
azokat a gyárakat, a producereket, tehát azokat a cégeket, nem ez a lényeg. Az, amit leközvetít, annak van egy háttere. Azt a hátteret egy bizonyos szellemi tudat szinten, ha érted, és nagyon fontos, hogy értsd. És ne állj oda úgy, és ez mindenre igaz, egy írásra is. Egy videó, egy filmre is igaz. Ne úgy állj oda, hogy rögtön már bezárod, hogy nem, ez kifi, ez összeesküvés elmélet. Mert abban a pillanatban az elme birtokba vesz téged, és már nem fogsz tudni kommunikálni azzal a bizonyos belső hangoddal, hogy figyelj egy picit, nézd csak ezt egy jobban, nézd. Nézzétek meg, Gattega. Hány filmet mondtam már, amire az csak azt mondtam, hogy meg kell nézni. Minden film valamilyen szinten felkészít. Felkészít arra, hogy ha van egy szituáció, akkor te azt, hogy éld meg, hogy mit cselekedjél, hogy kezeld a... És szinte elképzelhetetlen volt, ugye? Azt mondjuk az 1984-es film, az micsoda, az kifi, micsoda utopisztikus dolog. Hát már túlléptük. Minden filmben utalnak a mostani dolgokra, mindegyikbe. Hát én ezért szoktam mindig is ajánlani őket, hogy egy jó írás, a könyvek azért nehezebb témák, mert a könyveket, hát nyilván itt Magyarországon már ebben se hozzá, tehát nem fordítják le. Van azok a könyvek, amelyek ezek nagyon kevés jelenik meg, valószínűleg kint Amerikában, vagy Németországban, tehát más nyelvterületen valószínűleg sokkal nagyobb a lehetőség az elérhetésre, tehát hozzá lehet talán jutni, nem tudom. Tehát ezt én nem tudom megítélni. Én úgy gondolom, hogy nem a könyvből kell az életedet élni, meg nem egy filmből, hanem a belső hangoddal, viszont ezek nagyon-nagyon sokszor ébresztőek, meg olyan dolgokat közölnek veled, amit akkor elfelejtettél, vagy nem foglalkoztál vele, vagy úgy voltál vele, hogy ez most ezt nem hagyjuk, most nincs benne az élet filmembe, ebbe a pillanatban pedig benne van. Soha egyetlen könyv nem lesz a birtokodban, amire azt hiszed, hogy nem lesz szükséged. Minden könyved, minden olyan dolog, ami a környezetedben van, hidd el, nem véletlenül kerül oda. Most a gyűjtőszenvedélyt hagyjuk, de ha megnézed, és van, ha szereted a könyveket, a könyvek jelentős részével lesz dolgod. Az más kérdés, hogy mennyi időd lesz rá, mert a rendszer úgy működik, hogy ahhoz, hogy te olvasni tudjál, ahhoz ne legyen időd. Miért? Mert a tájékozott ember, a úgynevezett tudatos ember, de én azt mondom, hogy a tájékozott ember az nem jó. Nem az a jó, amikor tudatlanul, tájékozatlanul kapsz egy hírt, kapsz a médián keresztül egy hírt, aztán jó, az, aki mondta, aznak el kell hinnem. Hát biztos így van, csak nem tudom, hogy mondott-e még mást is, amit már elhittél. Vagy csak most erre az hírcsolmagra szedték őt elő, és rendkívül meggyőzően, és rendkívül hatékonyan, és könnyes szemmel, és le is térdel eléd, és azt mondja, igen, és menj, és keresd a vegyületi szektort. Bizony. Gyerekek. Nem egy étrend kiegészítőssel találkoztam már, vagy láttam, vagy ismerem az életét, aki úgy nyomja az ilyen étrend, meg ilyen olyan étrend, és közben meg tök más teszik, meg tök más iszik. De egy üzlet. Ez a legnagyobb baj ma, gyerekek, hogy minden egy üzlet. Minden pénzről szól. És ugye, amit én nagyon szeretnék elérni, hogy el tudunk jutni abba a fázisba is, hogy igenis vannak szimbólumok, igenis vannak olyan jelképek, én szimbólumoknak hívnám, amit ha valakinek odaadunk, tehát megrajzoljuk, elmondja, hogy mi a baja, esetleg melyik részen, de hát azok a szimbólumok ezek az egész testre hatnak, akkor azt el kell juttatni neki, és ezt nem szabad pénzért akkor. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ez nem azonos, mint egy masszázs, ez nem az egy szimbólum rajzolása, ha az életedről szól, az nem azonos, mint egy masszőr, vagy egy csontkovács, aki ott, mert az más. Tehát ne keverjük össze. Lerajzol egy szimbólumot, egy jelképet. És egyetek, hogy van ilyen, bőven, én az összes utamon kint, amik bármikor mentünk valóban, például egy egyiptomi, ott tele voltunk olyan szimbólumokkal, tehát oda volt rajzolva az a részedre,
Mert amikor bevértél arra a területre, akkor azon a területen megnyílt az az energiamező, és az az energia az intelligens, és az fölismert a szimbóluman által, hogy veled lesz dolga. Bár szerintem anélkül is van dolga, ha te olyan valaki vagy, de a szimbólum az egy mindenképpen egy támpont volt, és az energia intelligencia mutatta, hogy akkor rajtad fog végezni valamit, ami biztos, hogy jó. És én azt szeretném, hogy eljuttassunk. És bőven elég, ha lefotózod, és te kinyomtatod, és azt oda teszed, és a párnád alatt van, és ezért nem pénzt kell kérni, nem. Na, ez az a rész, ahol mindig fenntartással vagyok, néhány olyan, olyan gyógyítóra, amelyik hát eleve olyan pénzekért, olyan összegekért, olyan horror összegekért teszi, ami én szerintem nagyon meleg. Azt gondolom, hogy akinek van képessége, azt valamiért kapta. Azt kapta, nyilván nem itt a könyvekből tanulta, bármennyire valaki azt hiszi, ezt nem tanulják, ezt nem az egyetemen. És ami nagyon fontos dolog, miért folytatnám, hogy amikor leszületik valaki, akinek egy feladattal születik, nem azért, hogy ide hopp, de nyilván belekerül egy olyan családba, ami teljesen más, mint amit ő majd fog képviselni, hát az azért, mert oda kellett szülessem, de akkor is feladata van. Az egész életed egy tanulás, az egész. Tehát attól, amikor te itt világra jössz, és amíg ki nem lépsz ebből a síkból, folyamatosan tanulsz, és tanítasz. Ez mindig így működik. Ez egy nagyon fontos rész. Nem az a tanulási idő, amikor te általános iskolától elmész az egyetem végéig, az az itteni világnak, és meg kell mondjam, hogy hát sokra majd utána nem mész vele. Tehát amikor kilépsz ebből a síkból, azokra a papírokra nem lesz szükséged. Az igazi, az, ami benned van, amit neked itt kellene folyamatosan hát előhozni. Elő tudod hozni, és ezért nagyon fontos a belső hanggal a barátság, mert a belső hangod, a sugallatod, a szíved, tök mindegy, minek mondom, az a teremtői vonalad. Az egy kapcsolat, az egy kommunikációs vonal, amelyikért nem kell semmit fizetned, ez egy jó hír, viszont egy nagyon fontos felelősség van, hogy használnod kell. Viszont amikor te onnan kérsz valamit, és te azzal följebb lépsz, tanultál belőle, akkor megérkezik hozzá a másik rész is, hogy azt neked tovább kell áramoltatni. Na ez az a nagy feladat. Amikor tudsz valamit, és add tovább, és addig, ameddig itt élsz, ebbe a megnyilvánulásba, addig te tanulsz és tanítasz. Amikor te gyógyítasz, akkor te is gyógyulsz. Bizony. Ezért szeretnék például olyanokat megcsinálni, hogy mondom, ilyen szimbólumokat adni, és akkor azzal segíteni adott esetben olyan területeket, és ezek energiák. Minden energia, hát azt hiszem, hogy nem az a nagy, minden energia, minden az energiáról szól. Az energiát tudod használni, képes vagy rá, tudod. Ha hiszel benne, ha nem, akkor is működik. Csak használd, tedd rá, lehet, hogy akkor fogod megérteni, és akkor fogod elfogadni, ha úgy érzed, hogy hú, tényleg jobban lettél, és akkor talán jobban hiszel benne. Pedig akkor is működik, ha még nem is gondolsz rá. Mindig működik. A természet ezért a legcsodálatosabb. Írtátok nekem, valaki írta, hogy mi a véleményem a desztilláló készülékekről, meg amelyik víztisztító készülék. Biztos jó. Én azt mondom, hogy nagyon jó dolog, tehát ha van valakinek tényleg használja, de vannak olyan lehetőségek is, érdekel, hogy vannak kristályok, és vannak szimbólumok. Ha te, mondok egy nagyon egyszerűt, itt mögöttem látjátok, itt van az életvirága, látjátok? Itt van. Ez mindenki számára elérhet, és javallom, hogy szerezze be, ha nincs neki. Ha egy ilyen életvirágát veszel, és alá teszed a víz alá, az ide, hogy energetizálja. Olyan kristályok, hegyi kristályok. Nem akarok direkt belemenni, mert mindenkinek más kell. De a kristálytant, és nagyon sokan ezt ismerik, igen, és vegyük komolyan a kristályok, azért
nem csak arról kéne szóljanak, hogy hű, de jó mutat a kezembe, meg a nyakamba, meg mindenféle csecsebecsébe. Kristályoknak igenis van energiahordozása, az igenis, az egy nagyon komoly intelligencia van benne, nagyon nagy ősi birodalom, mint Atlantis, hogy ilyeneken álltak. Hát a miénk már nem állnak ilyenen, de hát a miénk műanyagon áll. Hát ezért is ilyen jó. Nem is tartalmaz sok jót. Tehát a desztillált készülék az egy nagyon biztos, hogy jó dolog. Ha van hasznád, meg majd meg tudod, hogy mennyire hat, szerintem mindenkire másképp hat. Az, ami viszont mindenkire hat, az a kozmikus jelrendszer, az életvirága. Egy vizes kancsóra ráragasztasz egy életvirága matricát, és ezt megint azt mondom, ne higgy benne, akkor is működik. Ha nem hiszel benne, akkor is működik. És azt te folyamatosan úgy fogod használni, és tök mindegy, mire teszed rá ezt. Ráteded a tejedre, a vizedre, az üdítődre, hát akkor ne tedd rá, mert azt itt meg másképp. De azokra a folyadékokra, tehát a vízre gondolok, akkor azt teljes mértékig rendbe fog hozni. Volt egy, emlékszem, amikor mentünk Boszniába, és nem egyszer. Ott is ott volt a nappiramisból, tol nem messze, folyt ki a víz. Sima kuton, majd amikor videót adok, majd megmutatom vagy képeket, és jelenleg érdekessége volt, ugye hát azt mondjuk, hogy a normál víz, ugye milyen jó a sok ásványvíz a boltokban. Hát ígyetek el, hát próbáld ki mondjuk fél év múlva azt a vizet, jó? Próbáld ki fél év, kinyitod, de próbáld ki 3 hónap múlva, 2 hónap múlva, fél év múlva, próbáld ki a vizet, amit kinyitottál, és zárd vissza műanyag palacba. Hát nézd meg, milyen állaga lesz a palacnak, és mi lesz, milyen szaga lesz, ami benne van. Na most, amit Boszniából hoztunk, ilyen a piramis vizet, hát megmondom nektek őszintén, most is van, most már nem akarok idehozni, sima műanyag palacba próbáltam le, én mindig akkor hozok egy csomót, belengeded, és egy megtöltöd, és egy pár cseppet teszel abba a vízbe, amit meg fogsz inni. Hagyd egy pár percig, és teljesen átenergetizálja a vizet. Döbbenetes. Döbbenetes. Ott a japán professzornak kint van az írása, meg a képe is, aki a Yakamoto professzor, aki meg is mutatta, hogy milyen kristályszerkezetűvé válik, milyen az a víz, és mivé válik, amiben belecsöpögtetik. Tehát a természetbe, a bolygó minden adott. Ezt nem kell felfedezni, ezt csak használni kellene. Most nem véletlen mindent eltettünk róla, és használjuk helyette a műanyag cuccot, mert mondván az viszont nagyon jó, csak nem neked, hanem annak jó, aki ezt a kezedbe tolja. Tök mindegy, hogy mit fogsz és hova mész, bármilyen bemehetsz, garantáltan a műanyag az első. És ez az a boszniai víz, amiben én 19-ben hoztam. Tehát nem ma volt, ma 21 van. És még mindig van 3 palac, és semmilyen szín, szag, változás nincs rajta. És azért gondolj bele, hogy 1,5 literes palacba, tehát műanyagban jobb lenne az üveg, de hát ki a franc fogja cipelni. De bizonyíték, hogy valami ott mégis más. Valamitől az nagyon-nagyon komoly, az egy intelligencia. Azt biztos vagyok benne, hogy az más. És beleteszed, és semmit nem kell. Pár cseppet, itt tényleg egy 3, 4, 5 cseppet tegyél bele. Ez is megint olyan, hogy van, aki azt hiszi, de hát azt nem tudja elképzelni. Attól még van. Most is rúgok, hogy attól még működik. Attól, hogy valamit nem tudunk elképzelni, attól az még van. És ez Boszniában van. Remélem, hogy hamarosan talán megoldható, akár ősztől, vagy jövőre, hogy el lehet menni Boszniába, mert oda azért szerveznénk megint majd csoportot, mert rendkívül jó hely, és mondjuk én nagyon szívesen ajánlok sok helyet, de akikkel megyek, akik majd az utazásra részt vennének, hát őket nagyon ajánlom, mert nagyon-nagyon remek helyszín. Nincs messze, 600 kilométer, 5-6 óra, 7 óra alatt kényelmesen ott lehet lenni, és az a megdöbbentő, hogy bármilyen furcsa, hogy valaki oda megy, mi van itt, mi van itt, egyetlen ember nem jött el onnan úgy, hogy nem mondta volna azt, hogy itt azért történt vele valami. Na, ez az az érdekes. Semmi nem volt, csak ott volt. Hát ha érted a helyet, és ezért szoktam mondani mindig,
hogyha bárki belekezd bármilyen témába, főleg, hogyha a szapulja is, az első kérdés, hogy voltál-e már valamelyike? Mert ha még nem voltál, akkor az nagyon-nagyon jó, hogy időszerű lenne, hogy viszont menj el. Mert akkor kezd el mondani, ha már voltál. Mert ha voltál, akkor már tudod, hogy miről beszélsz. De addig csak azért mondod, hogy hallgassalak, vagy azért, hogy valami információval gazdagabb legyek, ami nekem elkerült a figyelmemet, akár egy könyvbe is. És én csak azt mondom, hogy mindenkinek csak javasolni tudom, hogy legalább egy helyre menjen el. Mindenhova nem lehet eljutni, azt is tudom, hogy horror pénzek lesznek, amit látom minden csak főfele megy, érdekes, ilyen-olyan vírus, olyan vírus, de minden sokkal drágább. Hát úgy látszik, készülnek valamire, lehet, hogy az a hozam, az én fordításomban lehet, hogy úgy néz ki, hogy a hozamnak meg kell lenni, csak lehet, hogy kevesebb lesz, aki tudja fizetni, mert már nem lesz annyi részvevő, viszont a kevesebb viszont többet fog fizetni, és akkor én ugyanott vagyok annál a pénzemnél, ugye érted? Nem mindegy. Mert mitől lesz most drágább? Minden drágább lesz. Bemész a boltba, mint valahogy minden drágább. Nem csak az üzemanyag. Persze azért lesz drágább, mert rá lehet verni, hogy mi minden drágább lesz még attól. Nem tudom. Na, ez nem Magyarországon, de ez egy globális téma. Hogy elvisz valahova, ahol elmehettél 100 000-re, az most 200, meg 300. A hely változott meg? Hát ahova mész, az milliók óta ugyanolyan. Többet kér azért, hogy oda megy? Nem, biztos, hogy nem. Valaki nagyon éhes lett. Hát nem a természet, nem a bolygó az éhes. Ugye gondolkozz el rajta. Mitől lesz drágább ugyanaz a hely x év múlva, amikor az ott áll az objektum, ott áll az építmény már több 100 000 éve. De amit te megnézhettél ezelőtt 300 000-re, azt most fél milláért nézed meg. Mitől? Kinek kell a hozamot jobban hozni? Vagy mindenki már tök mindegyben van? Nem gondolom. És ezért szoktam figyelni, hogy mi mennyibe kerül, és meglepő. Sokszor az az érzésem ebbe különben, hogy talán azért is van így kitalálva, hogy nem mindenki menjen el, minél kevesebb ember jut el egy információhoz, annál jobban manipulálható. Tehát minél kevesebb dolgot ismertettek meg valakivel, és erre a média remek partner most a világban, annál jobban manipulálható, aki nézi. Hát képzeld el, hogyha kikapcsolnád, akkor el tudnál menni most a vegyület osztó pontra? Gondold el? Ha kikapcsolnád, azt mondta, hogy szia, nem akarok. Nem nézek most semmit egy hónapig. Szerinted? Akkor hogy hívnának oda? Hát ez a lényeg ennek. Minden programban van. És ezért volt érdekes, amit láttam. Ez az nagyon, éppen mindenki számára nagyon olyan idő, amikor mindenkit oda tud ülni egy műsorhoz, amikor azt mondják ezek a kutatók, ezek a biológusok, virológusok, hogy igenis, arról szól a történet, hogy ezek 5-10 éves megelőző kutatások, és még akkor is óvatosan kell kezelni. És nekem is az a véleményem, és azért volt döbbenetes, mert én ezt hirdettem már szűk körbe. Hogy úgy gondolom, hogy minden egyes oltás véleményem szerint személyre szabott kell legyen. Tehát ha te nem kaphatod ugyanazt, mint én, ő meg ugyanazt, mint őt, meg ő, mert az nem, két egyforma nincs. A te immunrendszered, a te struktúrád az nem ugyanaz. Hiába ugyanaz a faj, de akkor is van különbség. És ugye, ha az emberek kicsit tudatosabbak lennének, akkor nem csak abból miért ismered föl a másikat, mert van valami, nem úgy néz ki, mint ő, meg ő. Nem úgy néz ki az ember, mint pont ugyanaz. Mert mégis megismeritek. Attól ismernek meg valami más. Akkor pont a testedben, pont a szervezetedet, a magasabb intelligencia azt feltételezett, hogy ó, beadom ennek, és ez még 7,5 milliárdnak ugyanaz jár. Úgy gondolom, hogy akkor jár valaki nagyon-nagyon gondosan, és nagyon bölcsen,
És akkor azt mondom, hogy igenis le lehet venni egy mintát. Akkor igenis oda lehet adni, és a véredből. És akkor neked készül, ugye az a bizonyos őssejted, hát milyen érdekes, az őssejted az az, ami a legértékesebb, azt keresi mindenki, az a nagy szent grál érdekes, az őssejted. Mert az őssejt az, ami végtelenség osztható. Azt lehet osztani. Abból össze tudnak hozni úgy a te szerve, azt a szervet, ami benned van. Nem azt, ami benne van, abban az övéből kéne ezt kiszedni. Tehát a tudomány, és ezt, mikor ezt hallgattam egy pár napja, akkor azt mondtam, hogy hát én, erről beszélünk. Akkor csak nem hülyeség volt. És ott megerősítette egy német, egy japán, egy kanadai, egy amerikai, meg egy francia. És a francia simán bemondta, hogy úgy beadni ma bármit tömegnek, az totál bukás, totál katasztrófa. Az egy komplett, hatalmas katasztrófát okozhat. Lásd csodát. Hát ha annyi milliárdot költünk, vagy a világ, annyi milliárdot költ bizonyos tudományos kutatásokra, akkor nem az kellene, hogy XY, akkor megnézzük, hogy te, neked mi, és te akkor te kapod, de abból csak egy készül neked. És akkor azt te tudod, hogy az a tied. Hát nem lehet, csak az lehet az egyetlen kiút, ha mindenkinek saját magára készíteni. Tehát ő lenne az. Nem az, hogy az mindenkinek, ami mindenkinek, ja senkinek nem jó. Hát ezt mindent tudjuk. Ez olyan, mint a konfekciós ruha. Hát, ha mindenről, akkor hogy lesz ebbe egyéni? Mégis próbálsz a konfekcióból a konfekciós ipart tudok folyamhoz most erre egy példának. Ott is milyen érdekes, hogy a lelket törekszik arra, hogy egyéni legyék, vagy az egyéniséged megy. És akkor megpróbál, bemész egy hatalmas üzletbe, és ott állsz a ruhás cuccok előtt, és akkor keresed, hogy melyiked melyik jó. És akkor azt mondod, hogy ez én vagyok. Akkor gondold végig, még egyszer most mondok, ott állsz az üzlet előtt. Kiveszed a cuccot, hogy ez nekem, ez én vagyok. De akkor mikor nézd meg, hogy abból még hány van benne. Tehát a lélek az borzasztóan keresi a magát. Valahol az elme is próbál csatlakozni, próbál valahogy passzolni ez a történet, és akkor azt mondjuk, hogy de ezt mi hogy hívjuk, hogy trendien öltöző föl, divatosan öltöző föl. Milyen érdekes, hogy ott próbál mindenki valahogy, vagy azt mondja, hogy egy ízlést keres. Én meg azt mondom, hogy önmagát keresi. Ezért volt érdekes, és amikor még az a világ volt, ahol a kézműves, és nem véletlen, hogy a kézműves ipar ez egy más világ. A kézműves, ha olyan, az a cipész, az a szabász, az neked fog csinálni, ha tőz veszel egy anyagot, és te azt mondom én, egy akarsz magadnak valami elképesztőt, akkor azt mondod, hogy szeretik ilyet, és ha az egy jó kezű, akkor az látja, és megcsinálja. De abból egy van, nem bemehetsz a szemben lévő akárhova, beúrtatsz azt a földet, még egy nem lesz belőle. Mi lett ezekből? Ezek kiöregedtek. Bejött az ipar. Az ipar pedig mit csinált mindenki? Egy olyan átlagot. Aztán az le is csúsztatta. És utána megjött a divat, annak nevezett szépség, ahol ha megnézitek, az összes divat, hát a legtöbbje legalábbis, hát elég furcsa külleműek, és elég furcsa trendeket mutogatnak be, és érdekes módon, hogy azok a trendek, azok valahogy azért veszed meg, mert most mondják, hogy most 2021-ben ez lesz a trend. Igen. Hát akkor azt mondom, hogy ez egy egyenruha. Te, hol vagy te? Ugyanez egy illat. Egy illat, ami bemész egy illatba, egy ilyen illatszerű üzletbe, ilyen illat, meg olyan illat, igazából a természetet keresed meg az illatba, mert ugye a természetben megvan minden a valóságot, az eredeti. Amit te egy üzletekben látsz, nem gondolod, hogy 10-20-30 ezerért eredetit kapsz. Hát annyit szerinted van a természetben, ez olyan lehet, mint a narancsita.
Hát nincs is annyi narancs, nem terem annyi, mint amennyi narancs üdítő van a polcokon. Hát persze, mert bejön hozzá az ipar, bejön hozzá a szintetikus ipar, bejön hozzá az ízvilág, és akkor már kavarás van. Szerinted annyi narancs van? Hát próbáld ki, csavard ki egy kiló narancsot, és mennyi lesz belőle. Próbáld ki. Tehát mindenhol az, hogy az ember próbálja keresni, valahol a lélek ösztönösen kutatja valahol az ősiségét. Illatba, küllembe, csak ugye a média az egy rendkívül betorzított dolog, mert azt irányítják, miért már pedig az hozamra. És a média, meg az ipar, tehát maga azok a gyártók, azért érdekes módon, ha utána mész, akkor ezek egy kéz. Ha pedig egy kéz, akkor ez csak egy irányba mutat, ami neki jó. Tehát ő nem fog neked leállni neked, mert úgy van vele, hogy az neki nem éri meg. Ő csinál abból a ruhából 1 milliót. Tehát akkor 1 millió te vagy. És te az 1 millió ruhából vagy 10 millióból kiveszel egyet, és te, miután már teljesen elfelejtetted, hogy te honnan jöttél, tehát egy sokkal magasabb időség is voltál, te azt hiszed, hogy abból a 10 millióból az az egy ruha, az te vagy. Közben semmi másról nem szól. Megfelelsz annak a trendvilágnak, amit neked sugall a média. Annak felelsz meg. Nem önmagad leszel, csak megfelelsz annak. Ez egy érdekes dolog. Tudom, hogy ezeken nem gondolkoznak az emberek, hisz én magam se szoktam mindig. Tehát úgy vagyok vele, hogy bemegyek egy helyre, és akkor azt tetszik, megveszem. Arra viszont simán rájöttem, hogy nem biztos, hogy azt kell megvenned, ami azt mondják, hogy de azt kell megvenned. Nem azt vedd meg, ami a kezednek is jó, amit érzel, amikor megfogod, hogy ez jó. Na ez az a bizonyos, amit nem akarnak, hogy te érezd. És ha nem akarják, akkor jön az, hogy akkor elválasztható is vagy. Ez az egész mostani história, amiben vagyunk. Ez rohadtul arról szól, és ez rohadtul ki volt találva, és azért mondtam nektek ezt a Gattaga filmet, mert emlékszem, hogy az le volt ez a történet ott vázolva. Hány ilyen történet van most? És most mire nézi valaki a médiát? Mit remél most a médiából? Azt, hogy eléri azt a bizonyos számot, x millió, aki a vegyülettel él már, pláne már halmozza az élvezeteket, második, meg harmadik szippantás is kérte a vegyületből. És akkor kinyílik a szabadság. Csak azt nem tudom. És ezt, amikor odamész majd, és például úgy érzed, hogy szippantottál ebből a csodaszerből, ebből a elképesztő jóságból, és valahogy most nem érzed jól magad, és mikor odamész egy helyre, egy kicsit kalibráljanak be, mert most valahogy elhangolottál, akkor miért van az, hogy nem tudnak, mert ehhez nem tudnak hozzászólni? Hogy van ez? Hogy van az, hogyha rákerüljél egy olyan kis készülékre, amiből elég sokat megvettünk sok pénzért, mert éppen elfogy az oxigén szinted, vagy lejjebb csúsztál? Hogy van az, hogyha kimész a természetben egy nagy levegőt veszel, és fölélenkedsz. Kimész a természetben, jó vagy. Ott pedig odafekszel, és már nem kelhetsz föl valószínű. Hogy van az? Tehát van sanszod. Azért mondtam, hogy most eljutottunk arra a szintre, hogy várjuk azt a bizonyos számot, amit ugye van, aki azt mondja, hogy ne is beszéljünk a hatalmon lévőkről, mert hogy azt miért, meg miért. Hát akkor kiről beszéljünk? Akiknek nem adtak lehetőséget? Hát beszélnék szívesen, de hát annak nem adják. Tehát muszáj, tehát nem szabad ennyire érzékenyfülűnek lenni, mert hát meg annak se kell ennyire érzékenyfülűnek lenni, aki hatalmon van, és esetleg nem tetszik neki. Mert hatalmon se tetszett annyira akarni, ugye? Oda is ugye tetszett oda kerülni. Akkor azt jól esett a hatalom, oda tologszkodtam, és akkor az nagyon jó, mert annak a hozománya az tetszik, de ha esetleg megbírálnak, vagy esetleg más gondolnak, akkor már nem tetszik. De miért? Hát ha oda kerül valaki, hogy olyan pozícióba, akkor ilyen is van az a pillanat, amikor olyan döntést, vagy olyan dolgokat mond, ami, aki több mint valószínűleg nem tetszik.
És tudom, vannak olyan anyagok, vannak olyan videók, ahol hol ezt támogatják, hol azt, hogy meg inkább az a szöveg, hogy nem kell, hagyni kell őket, nem kell bántani. Könyörgöm, aki hatalmon, az nem bántod, csak elmondod a véleményed. Hát azért van ott. Van egy lehetőség mindenki, aki hatalmon van. Föláll. Tehát ez nem kötelező ezt hallgatni, tehát viszont ha nem kötelező hallgatni, akkor miért nem áll föl? Hát miért nem áll föl? Nem kell érzékenykedni, föl kell állni, hogy én nekem az volt jó, hogy hatalmon vagyok, van hatalmam, van hát nagyon sok lehetőségem, rohadt sok pénz, zen van, ami már nem a tied. És akkor azt mondom, hogy érzékenyek, és fölállok, és nem, és elmegyek. Hát ezt miért nem teszi meg? Az a baj, hogy te, aki viszont nem érzed jól magad az oly dolgaitól, meg a gondolkodásától, te fölállnád, de hova mész? Én tudom, hogy sokan várják, hogy megy már el. Nagyon. Csak az a baj, hova mennél, ott ugyanilyenek fognak várni, csak más nyelven beszél hozzá, de ugyanilyenek fognak várni. Hidd el nekem. Nem tudok, most is azt mondom, nem tudok olyan helyet, ahol most, ha csak be nem mész egy ilyen törzsi közösségbe, ahol még az ősi szellemiség van, ahol a törzsfőnök az nem abból lett, hogy meghekelték az ő megszólítását, megszavazták, hanem az azért, mert valamit le kellett tenni, tehát volt valami esetleg mögötte. Hát te most tudsz arról, hogy valahol olyan vezetője van, amelyik már olyan karakter, olyan elme, amelyik hát csak ő hiányzott, akkor szólj, mert erről még én nem tudok. Akkor szólj, erről én még nem tudok, hogy hol van. Ez a színpad, én úgy látom, és hiába ír bárki arra, hogy de ne bántsod ezt a mostani, aki most van nálunk, ne bántsd, aki volt, ne bántsd, aki majd jön. Én nem bántom, csak azt mondom, hogy nem értem, hogy miért vagyunk érzékenyek, amikor az, aki ezt elmondja, az nem bántani, csak kellemetlen már ez. Tehát amikor úgy érzed, hogy nem bántani akarod, csak majd megértetni, hogy figyelj, lehet, hogy te neked marha jó, de aki ezeket a te dolgaidat végig kell élje, annak ez rohadtul nem működik már. Ez rohadtul nem jó. És rohadtul nem lehet bízni semmibe. Ha valaki azt hiszi, hogy a vegyületbe bízik, hát annak tényleg olyan tudatszintje van. Annak tényleg azt kell mondani, hogy akkor nézd még tovább. És ha neked van szó, olyan filmet fognak betenni, olyan műsort fognak látni, hogy a napsütés majd ártalmas, akkor te már biztos, hogy nem mész ki a napra. És csak ezt kell neked mondani. Mert a média idiotizmusnak van ám egy foka, az viszont már súlyos. Amikor te már kontrolláltan elhihetsz olyan dolgokat, amit igazából még a saját egyszerű megtapasztalásból is azt kell mondani, hogy az nem igaz, de hát ő mondta. Hát ha ő mondta, akkor az úgy van. Bizony. Én tudom, hogy be kéne fejezni már, hogy ki kicsoda, meg az, ugye, amit mondják, hogy igen, de ha ez most még mindig jobb, mint aki volt. Figyelj, én nem mondtam azt, hogy melyik jobb, vagy melyik rosszabb. Én azt mondtam, hogy egy más kellene csinálni. Másképp. Hozzáértők jönnének esetleg. Tehát nem káderek, hanem hozzáértőkről beszéltem. Jó hallod? Nem káderek, meg akik tudjuk, hogy honnan származik. Az a baj, hogy mindenek az élén olyan van, aki nem ért hozzá. Hát ez a probléma. Mert csak káder, de nem szakember. És innentől adódik az az egyszerű érzeted, hogy akármi történik körülötted, csak félelembe érzel, meg rohadtul bizonytalanság, mert pontosan azt érzed, hogy hát az ugyanolyan sült hal, mint az előző, csak ez most ez van éppen aktualitásba téve. De igazából, ha nem lenne, se venném észre. Azért veszed észre, mert azok, ami kettő intézkedik, meg azok, ami miatt beáll a napi életed, az egy borzadály. Hát ezt a borzadályt kell egyszer megérteni. Tudod? Én tudom, valaki buzgál, mindenki piszkálja, hogy menjetek ki. Azt mindig azt mondtam, és most is azt fogom mondani. Ne menj sehova, addig még te nem tudod, hogy te hol vagy, és te ki vagy, és te mit akarsz. Addig ne menj ki, ne menj sehova. Nem, akkor sem menj ki, ha már nem akarnak levenni sok pénzre. Mert ha te nem tudod, hogy te mit akarsz, és nem tudod, hogy te ki vagy,
addig tök mindegy, hogy előtted mit mondanak. Nem az számít, hogy ő mit mond, az számít, hogy te ezt tudd meg önmagadat. Saját értékeidet keresd meg, és te ki vagy. Ha te tudod, hogy ki vagy, akkor te hidd el, te már nem mész olyanhoz, amihez ma még kijársz. Tudod? Ez a legfontosabb. Mert sok ember kimegy, aki ha kicsit magával foglalkozna, adna magára, az nem jelenne meg olyan dolgok, olyan helyeken, olyan... Nem nézni ilyen idióta médiát, higgyetek el, hogy az... Mert akkor tudja, hogy ki. Pedig ezzel az egyszerű, ez a médián is vannak műsorok, amiben persze nem ezek, amiket neked kötelező nézni, mert akkor megjelenés, akkor azt meg kell nézni, hanem csak úgy olyan kis oldalműsorok, amivel viszont komolyan, ha figyel, te tudod, hogy ki vagy, és ez megint, hogy te tudod, hogy ki vagy, akkor te pontosan tudod, hogy az a... Hát figyelj, ez zajlik. Hát várjál már, ez nem marhaság. És amit te behallgatsz a fő sodradó, meg a nagyon fontos hírek, meg a nagyon-nagyon, meg most született, meg most összeültünk, meg most azok az arcok ülnek az asztalnál, amelyikre egy macskát nem bízhatsz rá, gyerekek, és már országok vannak rátéve. Egy macskát nem lehet, a macska megszökte tőle. Hát annyira sült hal. És most ehhez képest jól érzed magad most ebbe a szétúba? Hidd el, hogy tök mindegy, hogy most ki van az élet. Mind ugyanolyan. Mind ugyanolyan. Mert csak abból válogathatsz, amit a kínálatba föltesznek. A kínálatban csak ez a szereplő típus van. Higgyétek el. Ha van egy színházi társulatod, és például mondok, abban a világban jártam. Van egy társulat, és ott csak ócska színész van, akkor hidd el, hogy tök mindegy, hogy kinek a darabját adod, de azt akkor is ócskán játsszák el. Hidd el nekem, te odaadhatsz egy Shakespeare-t, adhatsz bárkit, adhatsz egy Mozartot is, tudod mindegy ki. Ha maga a társulat ócska, alacsony színvonalú, nívótlan, tudatlan, tehát egy totál ilyen csak a pénz, akkor hidd el, hogy tök minden mit adsz, az akkor se lesz jó. Sörös lóból versenylovat sose csinálsz. Ez körülbelül ez a irányítás. És ez az alapja. Ez az alapja. Ma azt várod el, amikor te elmész, és bírálod ezt, meg azt, vagy a következőre esetleg megteszed a tétet, amit ezektől nem várhatsz el. Azért mondtam, hogy ne tedd meg a tétet, amíg te nem tudod, hogy te ki vagy. Mert amíg te nem tudod, addig ez csak olyan occok, amit te csak bukszni fogsz. Értsd meg? Addig te ezt a vegyületet tolod magadba. Ez a vegyület olyan, mint az orosz rulett. Biztos, hogy egyszer megnyered. Csak nem tudod, hogy mit. Hát valószínű, nem az örök élet titkát. Valószínű. Az, hogy te akkor vagy szarú, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap, vagy egy év múlva, abban biztos lehetsz, hogy lesz. Na, ettől orosz rulett. Ettől olyan. Az, tudod, mit tesz ebben, amikor vegyület van? Rátetted magad az orosz rulettre. Mikor leszek szarú, és pörgeted? Az első dilimnél leszek szarú, vagy a következődél, vagy a másodiknál, vagy a mit tudom én, már ötödiket is megkapod. Persze te baromira nyugodt leszel, megkapsz hozzá egy ilyen kis valamit, kis passzust, amitől te rohadt nyugodt lehetsz. De attól még a rulett asztalon fogsz ülni. Itt ott ülsz mellette, itt te, és az odafordul hozzád, hogy na, kedves XY, megjött a tét. És akkor van vége. Én azon miért, ha bárkit megkérdezel, aki, nem tudom, te kérdeztél már valakit, aki élőben találkoztál vele, és jött egy ilyen vegyi gyűlésről, ahol a vegy szerezték, és megkérdezte tőle, hogy éreztél valamit? Nem, semmi. Jó? Abszolút. Tök jó. Én nem egyet tudok, gyerekek. Aki azóta, hogy nem látom. Nem tudom megkérdezni tőle. De tudjétek már el, hogy naponta láttam, és azóta nem látom. Most hogy van ez? Mert csak azt akar megkérdezni, hogy van. Hogy tetszik lenni. És tudok ilyen 30 éveset is, most tudok 80 éveset is, akit nem látok. Behúzódott. Hát biztos, hogy várja a csodát. Ezért mondom, hogy gondold végig, hogy lehet írni, meg lehet mondani, lehet föltenni videókat XY-nak, hogy
hogy milyen otromba dolog bántani a mostani a vezetőt, meg a mit tudom én, lehet föltenni ilyen gyerekek. Nem az a bajom, hogy az ember, aki ezeket oda segíti, vagy aki a várakozó listán van, az mind ugyanaz a társulat, ezt vagy megérted, vagy soha. Ha ezt megérted, akkor ezt már megérted elmondani. Jelenleg csak abból tudsz válogatni, amit eléd tesznek. Próbálj te behozni egyet, hogy őt szeretnéd. Próbáld ki. Próbáld meg, hogy tudunk valakit, és tegyük be őt is, mint lehetőség. Nem veszi be a társulat. Na itt jöjj rá, hogy ez ugyanaz a kör. És te, amikor te azt hiszed, hogy te ilyen oldal, meg olyan oldal vagy, akkor vagy megbódítva rendesen. Na akkor jöhet az, hogy menjél oda, és mehetsz a vegyi anyagért. Menjél a vegyi anyagodért, megérdemled, mert már vetke kapt. Ne félj, hogy azok miért nem mennek oda? Miért nem akar oda menni egy se, amelyik nem ebbe akar létezni? Miért? Miért, aki nem akarja magába vegyit, a cuccot, annak feltett szádik, hogy holnap kicsekkol innen erről a földi síkról. Annak az a célja. Hát ne legyünk hülyék. Amikor azt mondja valaki, majd neked, aki már találkozott a vegyivel, és majd a vegyület rabja, és már annak a már el van száll, hogy ő már olyan biztonságban van. És akkor te leszel a közellensége. Te leszel a probléma. Mert ő már jó. Csak megkérdezted, hogy mibe. Mondd el, nem tud semmit mondani. Semmit. Higgyetek, beszéltem ilyennel. És mondd el, hogy mit érzel. Semmit. Hát az a szerencsé, hogy még semmit. De most tudok ötöt, akitől nem tudom megkérdezni. Pedig annyira megkérdezném tőlük, hogy mondd már el, hogy mesélj erről, mert transzba leszek tőle, ha nem tudom meg, hogy milyen, amikor egy valami ilyen fenemál nagyon-nagyon komoly cuccal találkozhatsz. Mondd el, milyen. És milyen utána? Mert előtte, tudom, várakozás. És a várakozásnak a csodája, hogy alig vár, olyan lesz, mint a karácsonyi szenteste, hogy várakozod, mint a gyerek, hogy hú, mikor kapom meg a... Jaj, megkapod, és megkérdezi, mi volt? Semmi. Hát hogy van ez? Hát akkor miért volt a felhajtás? Az a baj, amikor nem találkozol vele. És nem azokkal nem találkozok, akik nem akartak részesülni a vegyület mámorába, hanem azokkal nem találkozok, aki viszont vágyott rá. Na ez az érdekes pillanat, gyerek. Ez az a dolog, amiről viszont nem fogsz hallani, mert azokat nem szólítják meg. Volt valaki, küldött nekem, aki volt egy helyen, ahol kétszer is, és ha hallja, akkor köszönöm, hogy átküldte. Meg is osztotta, jól tudom. Hogy ott ült egy ilyen intézménybe, és tologatták be a vegyület mámorába úszókat, meg már vártak is ott a önjelöltek, és az egyik, aki már annyira mámoros hangulatban, hogy azt ordibált, hogy ne kérjétek, mert ez csoda. Tudjuk, ezt most úgy elgondolom, ez is most így jó pofának tűnik. Csak az a baj, hogy ezt az egészet azok írják rád, akik a társulatnak a tagjai, aki te úgy hívsz, hogy vezetők. Na most, és innentől tényleg tök fölösleges szidni az ittenit, mert az összeset szidhatnád. De hát ők végrehajtanak valamit. Nekik el van mondva. Hát én nem vagyok biztos benne, hogy bármelyik is részesülni akarna ebből az örömből. Meg biztos vagyok benne, hogy nem akar, vagy neked elmondja, mert azt fogja mondani, vagy annak, aki a nagy fanja, az el fogja mondani, és akkor ott mutatják majd a képet is, hogy zseniális, rohadt jó, nagyon jó. És te, aki önmagadat se ismered, és ezért nagyon fontos, hogy ismerd meg önmagad, mielőtt bárhova elmész. De ezt elhiszed. Voltál vele?
Te mindent elhitsz? Azt gondolod? Akkor szerinted? És ezért érdekes ez, hogy az, ami ma zajlik a világban, valami nagyon furcsa oka van annak, és mi lehet az oka, hogy érdekes, hogy ezekről már vannak leírások 5, 10, meg 20, meg 30, meg 40 éve. Na, most egy olyan történetet élsz meg, aminek megírták már egyszer az egész darab kész. Csak most éltetik meg. Csak ugye ezt most senki nem tudta volna elképzelni. Én nem olvastam olyat, vagy nem hallottam még úgynevezett vezetői szájból, vagy valami körből, aki lemerte volna vázolni a nyarat vagy az őszt. Ti tudtok ilyet? Mert nem furcsa. De a számok bűvöletében tudunk lenni. 3 millió, 5 millió, 7 millió, 7 milliárd, 5 milliárd, tök mindegy. De csak egy picit mondanál többet. Mondjuk azt elmondanád, amit tudsz. El tudod mondani, amit már tudsz, csak nem mondod el. Vagy csak azt mondod el, hogy ha majd lesz 3, meg 5 millió, akkor ennyi lesz, meg annyi lesz. Most azt is mondd el, amit tudsz, de megidáig nem mondtál el. Hogy fordítva kérdezem. Megmondanád, hogy az, aki már részesült ebbe az örömbe, ebbe a koktélba, mondjuk, amit úgy érzel, mert gondolom, ez csak, hát általában ezek gondolom, belső hanggal dolgozó emberek, ugye, úgy érzed, nem? Tudnál valamit mondani, hogy ezekben körülbelül mennyiben fogok találkozni 2 év múlva? Vagy 1 év? Hát 5 év az sok. Ilyen távlatban lehet, hogy bár valaki egyszer írt, hogy a mi vezetőnk az egy multidimenzionális éteri síkon is lát, tehát ő egy látó, hát akkor ezt meg tudnám kérdezni tőle. Hát ha ő multidimenzionális érzékelő, akkor neki ez nem egy kérdés, akkor azt nem értem, hogy miért erről beszél, hogy jó lenne, miért nem a végét mondja el, amit tud. Hogy gyerekek, tök mindegy, hogy mennyire szeretitek az anyagot, akkor is szia van. Hát nem egyszerű. Mert hát a multidimenzionális érzékelő vagy, akkor te látsz a jövőbe. Ha pedig a jövőbe látsz, akkor neked tudod kell, hogy mi lesz jövőre, évvégén, vagy nyáron, esetleg. Nem? Ezért nagyon fontos az, hogy ne legyünk már ennyire naivak, hogy csak azt mondjuk, hogy ó, hát azt mondták meg, hát azt látom. És mindig, amikor mondjuk, hogy és mostanában írjátok egyre többet, és ez nagyon jó, hogy ilyet olvasok, és örülök, mert nem engem dicsér, hanem benneteket, akik az ismerősödöket, hozzátartozó barátot, családtagotokat megtudtátok közelíteni úgy, hogy elállt a koktél élvezetének a hatása megismerésétől. Ez borzasztó jó dolog. Ő még nem tudja, hogy mekkora nagy ajándék volt ez tőletek. Nem tudja, de nem is baj. De azt se tudja meg, hogyha nem hallgatott volna meg mi. Mert akkor már viszont nem. Én látom, hogy épülnek a jelenlegi verzióban, azt látom, hogy rohadtul épülnek a lakóparkok. Rohadtul épülnek. Azt nem tudom, hogy ki fog benne lakni, ezt amúgy is mondtam. De ha én multidimenzionális látóként, ha ezt propagálnám, akkor rohadtul kezdem építeni a temetőket. De hát azt meg nem kell, mert úgy láttam, hogy erre most nincs szükség, mert te még nem találkoztál a hozzátartozóval, aki ebbe távozott. A koktél élvezetőjének a hatása a távozásra bírta magát, és az immunrendszer úgy szólt, hogy elköszöntem, mert ez most nagyon jól esett, és kiléptem ebből a síkból. Na ugye? Hát ahhoz meg úgy van vele, hogy miért csak a fekete zsákjuk? Furcsa dolgok. Gondolkozz el rajta néha. Lehet, hogy én nem látom jól a pontosan. Sőt, biztos, hogy nem látom jól, mert nem jelentkezem a koktélpontokon, tehát én nem láthatom. Ha megosztottok esetleg egy anyagot, hogy mennyien vannak, meg várakoznak, megmondom őszintén, nem örülök, hogy ezt látom. Nem örülök, mert az egész bolygó olyan, mint az tényleg, mint az orosz rulett asztal. Az egész bolygó az. Vannak ugyan, akik, és hál' Istennek
megszólalnak olyanok, akik mondjuk úgy, hogy a spirituális világa is jóban vannak, vagy legalábbis számomra ők hitelesek. Akik azért jelzik, hogy ez a dolog azért nem olyan egyszerű, mint amit itt kiírnak. Tehát ez nem egy recept, amit fölírnak és nektek kell vegyed, mert azért vannak azért magasabb minőségek, magasabb civilizációk, akik azért ezt kontrollálják és figyelik. És előbb-utóbb ez meg fog jelenni. És én örülök, ha egy olyan videót látok, ahol arra biztatnak a videón, hogy kérj. Gondolok itt most a Play a videójára, amivel olyan örömmel láttam, itt hallottam, hogy egy kérést. Igen. Ez fontos, mert ezek nem mennek ki a térbe úgy, hogy nincs hatás. Mindig van. Azt valóban nem lehet mondani, hogy hú, ez ekkora fog érkezni, de a kérés kimegy. Én tovább is azt mondom, hogy mint ahogy milyen érdekes. Ha azt akartuk volna, hogy egy komoly változás legyen, mondjuk a normál ebbe a térbe, tehát itt a mostani a mindennapokba, akkor is kellett volna hozzá egy szám. Ugye? Hogy lehet megváltoztatni a rendszert? Egy szám van hozzá, egy létszám. Megnézhetitek, én akkor is azt mondtam, hogy én úgy érzem, hogy az 1 millió ember kell. Ez az 1 millió az érdekes, hogy ez kozmikusban is működik. Tehát a hipertérben, mikor kiküldesz egy üzenetet, az ott is kapsz egy üzenetet, és ezt olyan jól tolmácsolta le, hogy 1 millió, legalább a 10% legyen meg. Itt még annyi se lenne, de azért itt ez üdvös lenne. Azért nagyon örülök annak a videónak is, ez tetszett is. Mert valóban, ha szívből megy egy kérés kifele, magasabb dimenziókban. Nyilván ezek már nem úgy képzeld el, mint ahogy most én beszélek, az egy más minőség. De képzeld úgy, ahogy akarod. Arra kapsz egy választ, ha a szívből jön, és ezért nagyon nem mindegy, hogy úgy, hogy jó, hát beállok, hogy na hát, ha lesz valami, az nem ér sokat. Semmit nem ér. Nem. Pontosan tudják mindenki, hogy adja föl, szívből, vagy csak kötelességből, vagy csak meg akarok felelni, na, ne mondják, hogy én nem. Ha ilyen, akkor pont annyit élsz, mint ma a politika. Sokat nem. Mert ő is elmondja neked, hogy ez lesz, meg 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 minden lesz. Már küldés az 5 liter almalevet, az 5 kiló krumplit, meg esetleg egy 10000-es bont, csak abban nem lett semmi. De az a kérés, amit te szívből kifele, és jobbításért, tehát nem károkozásért, nem vesztesért, hogy vesztő legyen az ember, vesztő legyen az, akkor az ki fog benni úgy, hogy annak lesz válasza, hogy az egy angyali rend, ami nagyon szansos, hogy az, akkor az egy külön öröm. Sanszos, hogy az lesz. Bár sokan nem visznek abba se. Még miért nem? Ezért nagyon fontos. Ezt, találd meg önmagad, találd meg, hogy te ki vagy. Ha te megtalálod, akkor ez már nem hit kérdése lesz, hogy van, azt már tudni fogod. Rengeteg. A vallásokkal sokkal nem fogsz menni. Nem az a megoldásod. A vallásokkal nem fogod megértetni. Amivel meg fogod értetni, az a saját belső hangod. De azzal nagyon. Azzal nagyon. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy a belső hang üzenetével, a belső hangra tegyen föl kérdést, fogsz kapni egy sugallatot, egy választ, mindig, és küld följebb. Ugyanoda küldöd, mint amikor a belső hanggal beszélgetsz fölfele. Mindig. Sose fog becsapni, sose fog átverni, sose fog semmi olyat üzenni neked, hogyha te tudod, mert ugye ez a bizonyos szabad akarat és tiszta akaratnak a lényege. Sokszor mind hallom meg, hogy szabad akarat. Igen, tényleg jó dolog, sokszor mondtam, mert nem eleget. Sokszor is fogom mondani. Szabad akarat, ez egy rendkívül jó dolog. Nagyon jó dolog, tényleg, szabad akarat. Az olyan jó dolog, mintha szabad országban lennél. Egy illúzió.
Most úgy mondják, hogy szabad országban vagy. Úgy tudsz róla? Szabad akarat is, ami hasonló, csak ott egy kicsit át van formázva, mert ott föl vagy, döntsd el. Te, de hogyha akkor is te döntöttél, ha azzal nem jöttél ki jól. De mi lesz a válasz? Hát te tetted, hát te döntöttél. Ez a szabad akarat világa. Azért mondom, hogy lép egyet fölfele, vagy befele, mindkettő ugyanaz, mind a kettő ugyanaz, és tedd át ezt tiszta akarattá. Tedd fel a kérdést magadba, a belső hangodba. Az első, amit fogsz kapni, azt tedd meg. Az a tiszta akaratodnak a pontosan a mása. Pontosan akkor fogod megtenni. Az az igazi te vagy. Akkor te nem fogsz menni koktélzsúrra, nem fogsz menni koktélpontokra, nem fogsz menni semmi olyan dologra, amit nagyon akarnak az arcodba tenni, és nagyon kell, és mi több, ha nem kell, akkor meg is vonok tőled dolgokat, mert annyira jó neked, meg annyira kell neked, hogy akkor már meg se kapod, ami neked kell. Ugye? Hát ezért nem mindegy. El tudtad képzelni, hogyha tiszta akaratba vezetne egy országot egy olyan minőségű entitás, vagy ember, amik a tiszta akarat alapján vezeti az országot, te el tudod te képzelni azt, hogy ma ez a helyzet van? A tiszta akaratod nem befolyásolják. Az belül van. Ha egy olyan országnak az élén lennél, ahol a tiszta akarat irányítja a vezetőnek a cselekedeteit, olyan országban élnél, akkor ezek, amik ma itt zajlanak, ezek föl sem merülnének. Csak az a baj, hogy te nem tudsz ilyen országot. Tehát a tiszta akarat országa, az benned van. És ezt jegyezd meg, benned van a tiszta akarat országa. Ha meg benned van, akkor tedd kifele is. Ha pedig kifele teszed, akkor már eleve nem fogsz tudni olyat tenni, hogy húzogatsz mindenkire, mint a mérgezett. Mert akikre húzogatsz, az olyan lesz most, mint amit mondtam, a színházi társulat. Ugyanaz a társulat. Csak időnként bedobnak egy új figurát. Új figurát? Tehát ezt is ismered, tehát nem új. A tiszta akarat alapján eleve nem is tud szóhoz jutni. Na erre nagyon nem vágyna most a világ, hogy egy tiszta akaratú történet legyen. Tudtok olyat, ahová van ilyen? Írjátok meg. Örömmel olvasnék ilyet. Mert nekem is az az érzésem, hogy a világ abban az irányba halad, hogy vagy elfogadsz egy ultimátumot, amit így, vagy akkor is megcsináljuk, ha nem fogadod. Tehát egy lehetőség van. Ha te magad teszed föl azt a nagy kérdést. Mindenre működik. Tehát az első, amit rögtön meg fogsz ismerni, hogy nem fogsz ismerni olyat, hogy félelem. Mert a tiszta akart világában az nem létezik. Mert pontosan tudod, hogy a lélek azt nem lehet megölni. De most nagyon nagy kísérlet van rá, hogy leválasszanak róla szépen. Arra van nagyon nagy, mert ez a mostani mutatvány, ez kőkeményen erről szól, hogy már csak az elme kell. Hát az elme egy ideig kell, mert utána az se kell, mert az elme az programozható. Milyen érdekes, hogy láttam olyan anyagot, ahol azt hiszem pont ilyen német ilyen számítástechnikusok, meg amerikaiak, ahol egy készülék volt így körbe, úgy nézett ki a készülék, mint a mi ősi koronánk, a szkíta koronánk, tudjátok, mint föl van a madár, és rá volt az agyára csatolva. És ezek az számítógépesek, tehát ilyen programozók, már az agyi hullámokat vevő készüléken keresztül
tudtak irányítani egy olyan, mint egy ilyen kis, helikopterszerűt, vagy mint a, amikkel úgy mennek a levegőbe, és akkor, és az a kis kütyű elindult, és ment. És akkor nagy újongás volt, hogy micsoda királyok vagyunk, milyen zsenik vagyunk, mennyire előre vagyunk, mennyire rohadtul vagyunk, tudunk. Csak egyet felejtettek el ott mondani, hogy az ősi civilizációkban, vagy a kozmikus világban, vagy ki a magasabb világokban, a tudattal mindig is tudtak irányítani. A tudati energia az működött. Működött volna az embernél is, csak kivettük, megetettük szarra, megitattuk szarra, meg minden csuvával, hogy ez a képességed még föl sem merüljön benned. A képességnek a benn van mindenkiben a képesség lehetősége. Csak elő kell szedni. Csak hát az, mindent kéne változtatni, az életmódot. Gondold el, hogyha egyszer azt mondanád, hogy nem eszel cukrot, nem eszel lisztet, nem eszel ezt, meg ezt. Gondold el, ha csak koplalással. Érdekes, hogy a vallás rátesz téged több vallásba is. Azt mondják, hogy bőtnek hívják, meg ilyen mit tudom én, miknek, mert akkor tisztulsz meg minden. Van benne valami, csak nem az, ahogy ott, nem úgy kéne gondolni. A koplalás, a bőtölésed, hogy kicsit éheztetése, tehát most jó értelembe vett. Nem azért, mert nincs semmi pénzed, és tönkre mentél, hanem mert meg akarod tenni, tehát tudatosan teszed, szívből teszed, akarod, te akarod, tudod. Ha te ezt megteszed, nagyságrenddel épülsz föl. Miért? Mert a sejtjeid, mert ez mégiscsak egy univerzumi műalkotás a te tested. Azért maradjunk abban, hogy ez mégiscsak az. Mégiscsak egy teremtői mestermű. Elkezd önálló életet élni. Megtisztul a sejted. Véletlenül kiürül a rákos sejt, mert ugye annak egyik nagy tápanyaga mi? Hát az édesség, a cukor. Meg azok a sok cucc, amit ott eszegetsz a polcokról. Tehát azt mondom, hogy nem az, hogy mit, semmit nem enni, picit megéheztettél magad egy pár napra. Lehet, hogy van akinek tudom, olyan állapotban van, hogy azt mondja, hogy a vércukra megy, tehát azért mondom, hogy már azért nem ma van elszúrva ez több ezer éve van kisiklottva az egész. Tehát ez már több ezer éve kisiklott ez a történet. De mindig ott van az, hogy a tudatod, a lélek az mindig működik. Tehát ha belül beszélgetni, akkor ezt meg tudod tenni. Megijesztetnéd magad, megkoplaltattád magad. Nem azért, mert erre az időszakra kell, nem. Hát azt mondod, hogy most megteszed, és megnézed, és lejegyzeteled azt, fölírogatod, hogy az első nap, tehát indulási pont, és mit tapasztaltál magadon, és ezt megcsinálod egy pár napig, ameddig bírod, vagy ameddig úgy érzed. Tehát a te döntés, a szabad akaratod, most vedd elő, és azt mondod, hogy elég volt, ne. De azt mondod, hogy most kicsit tovább mész, félemeled tiszta akaratra. Megnézem, hogy ez meddig nyomom. Azt akarom elérni, itt tiszta akarattal, hogy megújuljak. Hát abban a pillanatban szerintem csodát lehet látni. Hát igen, csak akkor mit kéne kivenni? Mindent. Meggondolod, de ha mindent egy tiszta akarattal, tudatos emberként kiveszel, hát én megmondom neked, akkor itt bezárt a bazár az államba. Mert se adó nem lesz, semmi nem lesz, gyerekek. Hát akkor itt kutyavilág lesz azokra, akik ebből élnek. Miért? Mert mindaz, amit te utána visszavennél, vagy amit te elhagytál, azok az ő hozamuk. Abból élnek. Ne legyél biztos, hogy ő azt használja. Tudom, ez sokaknak ez távos dolog, de azért fogadd el tőlem, hogy azok a nagyon-nagyon magas családok, nagyon magas, tehát a magas, ne a államfőkről beszélgessünk, az nem magas. Az egy hivatalnok. A nagyoknak. Azok ezeket nem használják. Azok tudják. Így, hogy tudják. De műjék vannak. És az a nagyon régi, tehát a valódi tradicionális rendekben ezeket tudták.
megmarad belőle néhány olyan ellen, mint a böjt, meg mit tudom. Szóval megvan ez. Tehát, hogy úgy, ők is úgy hívták, hogy tisztíts magad, tisztuljon a lelked. Hát, a lelked tisztul, a lelked nem lesz szennyezett, hanem a tested. Hát itt volt, már megtorzították, hogy a tisztuljon a lelked, tisztuljon az elleme, tisztuljon minden, mert a francot a testet kell megtisztítani, mert teleraktad szeméttel, telehordták műanyaggal, telehordták káros dolgokkal, ami által az teljes szervezet rendszere már tiszta béna. És ezt megteszed, hogy leállítod, és érdemes kipróbálni, csak írd föl, mit fogsz magadon tapasztalni. De ne címkézz meg, hogy biztos rosszul leszek, meg biztos rázni fog a hideg, meg biztos remegni fog minden. Ne címkézz meg. Csak úgy. Azért mondom, ezt tiszta akarattal tedd, belső hanggal, kommunikációval, és figyeld végig. És azt fogod észrevenni, hogy olyan szinten cserélődik le a... Hát az immunrendszer az fölugrik. Olyan szinten cserélődnek le a sejtjei, letisztulnak, mert ugye azok a mérgező anyagok, amik addig mentek, amit toltál be, és ami például a rákos sejtedet éltett a cukor, tehát ezek a szarok, meg ezek a sok mindenféle ilyen járulékos anyagok, amiket beletesznek az élelmiszerekbe, azok egyszerűen el kell távozzanak, távozásban. Az immunrendszer éli azt, ahogy a teremtő megteremtette, az eredetit. Én csak ezt látom. Nem azt mondtam, hogy így kell élni. Azt mondtam, hogy igenis kell egy tisztítórend. Tehát ezt nem böjtnek fogom hívni, a tisztítórendnek. Azért akkor azt kell mondani. És ugyanúgy el fogod tudni végezni a melót. Miért van az, hogyha nagyon belefeledkezel egy melóba, elfelejtesz enni? Hogy van az? És akkor kezd el enni, amikor unatkozol, vagy tétlen vagy, vagy ideges vagy. Amikor beleálltál egy melóba, amikor nagyon benne vagy, és ráadásul élvezed, akkor hidd el, hogy nem a sütőhöz fogsz menni. A melónak vissza az alkotási hullám ráülsz, tudod? Mert te teremtő vagy. Tehát amikor azt mondod, hogy kuporog és könyörög a teremtő, nem kell könyörögni, nem kell kuporogni, kérni lehet, és hidd el, hogy azonos szinten fog veled kommunikálni, meg el se hiszed. Mert te is teremtő vagy, mert ha megfogsz valamit, és valakinek írtam, hogy ne becsüld le annyira magad, meg ne legyél kis hitű. Mert van nagy egó, meg van kis egó, vagy nagyon kicsire veszi magát, tehát nagyon lebecsüli magát, mert amikor megfogsz valamit, és azt te megcsinálod, akkor végre összeáll egy új dolog, ami addig nem létezett. Amikor az meg ott van, és neked tetszik, meg aki oda megy tetszik, akkor nem te teremtetted meg. Tehát ami kicsibe, az nagyba, ahogy lenn ott fönn, az mindig ott van. És ezért mosolyogtam, amikor azt mondja, hogy ezek a számítás technikus, akik zsenik, akik már 5 éve ezen dolgoznak, hogy az agyukon van a dolog, hát apám, ezen az univerzumban csak így működik. Hát a nagy piramist tudati energiával építették meg pár nap alatt. Hát nem ma. Hát minden tudatilag ment. A dzsedoszlopok azok ott azért álltak, nem azért volt, amit Osiris Gerincinek is hívnak, mert azok közvetítették tovább, és ment tovább az a bizonyos kőtömb, ami pici volt, nem volt nagy, pár 50-től pár 100 tonnáig, tehát nem volt nagy igazából. Tehát az, amit én ott láttam, azon mosolyogtam, sőt azt is mondtam, hogy felfedezték azt, ami mindig volt. Hát, igen. Mi lenne az igazi? Ne csak hidd azt, hogy teremtő vagy, nem teremtsél is. Akkor, amikor te megcsinálsz valamit a környezetedben, amikor te a lakásodban csinálsz egy valami változtatást, akkor te a teremtő vagy. De azt jelenti, hogy te kisebb vagy. Nem vagy kisebb, értsd meg. Annyi vagy, amennyire értékeled magad, csak ne értékeld le. Nagyon-nagyon fontos. De az is fontos, hogy ne szállj el. Tehát ez az igazi belső hangos kommunikáció, az mindig mértékzsinór lesz. Az ott mindig középen fog tartani, az nem enged kilógni. Az elmet, az egótól téged jobbra-balra letol, hogy te nem, te egyszerű ember vagy, te hitvány vagy, meg ízli vagy te Isten vagy, neked ez jár, amit a reklámok. Na, az a reklámok az egónak készülnek,
nem a lelkednek. Ezt akkor is mondtam. Amikor ezt érted, akkor rá fogsz jönni, hogy hát igazából te magad vagy a csoda. Hát ki? Nem másokba lásd, önmagadba. Ezért is mondtam az elején, hogy a színekhez nyugodtan nyúljatok, bátran, mert emeli a lélek, a lélek rezges, érzi, és egyszer csak azt fogod ki, hogy kinyílik a világ. Láttál te Egyiptomba olyan, aki volt? Olyan termet, ami nem volt színes? Te láttál Egyiptomba fehér termet? Te láttál szürkét? Láttál olyat, hogy semmilyen? Hát amit nem lopták lóla. Hát mindent leloptak, és elvitték a saját házaiba. Ott nem volt, mert a színek rezegtek. És azt én mondom, amikor te megcsinálsz valamit, akkor te teremtettél, és amikor az kész, megteremtetted azt a környezetet, megteremtetted a milliődet, hívjuk így, interiőrt, és megteremtetted, és abban a pillanatban ezt valaki látja, akkor az érzi. Igen, ám, de közben egy csomó intuíciót kapsz. És tovább fogod lépni, másképp. Mert abban a pillanatban bemotiválódsz ott, mert az összes csakrád dolgozik, minden működik. És ebbe ez a bizonyos, hogy leállsz egy picit is, és dolgozol, hidd el, hogy nem fogsz kajázgatni. Nem csak arra időd, mert benne vagy egy örömbe, benne vagy szinte egy ott szárnyalsz benne. Azt gondolod, hogy nem így van? Próbáld ki. Hidd, hogy így van. Magamon is tudom, mindenkinek így van. Nincs olyan, akinek nincs. A lusta, vagy a here, a tétlen, az ilyen furá emberek, az persze nem, de azok zabálnak. Hát minden. Az az egy nap elfoglaltság, hogy a szájába vesz valamit, amit rágni tud. És addig, ameddig él és mozog, addig csak a szájában van, és rág. De effektív, az életének az értelme ezen kívül csak az, hogy jó költőpénz legyen, amit a szájába adod, tudjon tenni, az más nincs. Nincs. Mi marad utána? Az üres zacskó? Mi marad utána? Semmi. Mindenkiben ott van a teremtő. Mindenkiben. Minden. Teremtsd meg a saját belső milliődet, a saját interiődet, a saját világodat. Az a világ az mindenkivel azonos. Mindenkivel. Egyetlen a különbség, az a DNS állomány. Az viszont azért nem szabad mindenkinek ugyanazt adni. Mindenkinek személyre szólan kéne adni, és annak tuti működik. Akkor nem ismernéd a félelmet. Nem ismernéd. Mert azt mondanák, hogy XY jöjjön be, levettük ezt, és akkor megnézzük, és csak az a baj, hogy ma már nem mersz egy ilyen helyre menni, mert ezek már sintértelepek. Hát figyelj, a temetője előkészítő az összes. Hát hogyne. Gyerekek, nem mersz elmenni. Elmersz menni, majd dehogy mész el, dehogy is. Hát, ennek is van ám egy jó hozama. Megmondom, hogy mi? Tudjátok mi? Visszatér a természethez való ragaszkodás, és előkerülnek a gyógynövények, előkerül a természet, előkerülnek a kristályok, előkerül a természetgyógyászat. Köztetek rendkívül sok van, és ezt örömmel látom, amikor írjátok, hogy természetgyógyászok vagytok, csináljátok, ez egy isteni áldás. Gyerekek, azt csináljátok, azt nem szabad, de a csontkovás, természetgyógyászok, nekem tök mindegy, minek hívod. Csináljátok, csodálatos dolog, szívből. Tudod? Ez a legesleg fontos. Mindig az kell benned legyen, hogy gyógyíts. A legesleg fontosabb, amit mindig magadba el kell mondod, sose árthatsz. Ne árts. Olyat ne csinálj, ami másiknak árt. Egyetlen egy dolog lemozgathat, csak segíts, csak gyógyíts, csak adj. Azt soha ne tedd, semmit, ne tegyél, amiben az van, hogy ártani akarok. Azt nem szabad. Tudod? És de nekem, hogy magad fogsz meglepődni. És akkor, amit most mondtam, hogy egy bőjt, akkor nem egy bizonyos időszakhoz teszed. Azt tudod magadban, mert te tiszta tudattal vagy, magasabb tudattal vagy, belső hanggal értekezel, tiszta akarattal cselekszel, és azt mondod, hogy most x nap, 2, 1, 5, amelyikor érzel, nem kell örökké, de időnként kell. Tedd arra, amikor alkotni akarsz. Hidd el, hogy az alkotásod az húzám rendesen.
Tedd arra, akkor valamit ki akarsz alakítani, akkor kezd be a böjtödet. Ne böjtöd, én nem szeretem ezt a szót. Azt a tisztulásodat. Mert, most is mondom, nem a léleknek kell a tisztulás, az testednek. A tested megérdemli, hát állandóan üzembe van. Hát figyelj, de tudsz te még egy ilyen hatalmas csodát, amely ezt a mérhetetlen szennyet, amit évezredek óta itt kap, ez működteti. Működteti. Igaz, hogy már csak 60-80 évért. Miért nem arról szól a történet, egyszer sem láttál fősodraton, hogy már abban az irányban haladunk, hogy lehetsz 1000 éves? Hogy lehet, persze betegség nélkül, nem trágya élete. Hogy lehetne több száz évig menni? Hogy lehetne eddig menni, meg addig menni? Mondtam nektek a régi világokban, csak uralkodni tudott 36 000 évig, nem addig élt, előtte is volt. Nem gyerekként, amikor olyan állapotban volt tudatilag, olyan minőségben volt, akkor adtak neki egy pozíciót, egy uralkodást, egy címet. És utána, amikor azt nem ő volt, akkor nem meghalni ment, átadta. Hát ma mit látsz? Megszületik, van egy pici idő, addig lehet még otthon, utána betolják ebbe az úgynevezett átnevelőbe, amiben 8 évestől 25-ig átnevelik, meg jól lepapírozzák, hogy jól átneveltük, ha már sok papírod van, akkor már biztosan jól átnevelünk, és te indulj. És megnézed, 80 éves korában jó esélye van akkor, ha még tudatában van, hogy mit csinál. Az akkor még egy nagyszerű dolog, de a legtöbbje, akkor mondtam nektek. Én nem megismétlem, hanem ezek mindig automatikusan előkerülnek újra, meg újra, meg újra, meg újra. Miért? Mert örök. Azért, mert örök. Csak olyan dolgot csinál, és fogadd el tőlem, hogy csak olyan dolgot csinál, ami örök. Az a zabálunk, meg herdálunk, meg mindez, ez pillanat. Alkos, teremts. Ha teremts, akkor az örökké. Próbálj meg jót. Ezért beszélj a belső hangoddal. Ezért beszélj mindig a lelkeddel, mert akkor viszont nagyon jó teremtő leszel. És amikor innen ki megírják a sorskönyvedbe, benne van, ide, hogy már megvan, megnézik, na, XY előveszünk, te ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, akkor a következő, a sorsírók már betesznek egy másik feladatot, ami már méltó, még magasabbra, mert ez megy. Ez nem rossz, ez jó. Hát, hogy most más formában, az nem számít. Hát ott is megvannak a maga törvényszerűségei, ami persze teremtői törvényszerűség, nem pedig itt lévő tákolmányok. Ami nyilvánvaló, hogy én azért nem tudok magával a politikával mit kezdeni, mert én gondolom, hogy a politika a tudatlan embernek egy rendkívül jó bábszínház. Rendkívül jó. Most is azt mondom, hogy a Föld, ez tényleg a sátán wellness-e lett. Ez a sátán wellness-e. Itt annyi együgyület, annyi hipnotizőről van, annyi követőm lesz, amelyet akarok. Be kell kapcsolnom a televízió nevű hipnotizáció szerkezetemet, és már működik is. Ez a sátán wellness-e. És te fizetsz érte. Bizony. Mert azt az életidődet, amit ebbe töltesz, azt nem fejlesztetted magad, hanem majd egy karmával, főleg ha őt már megszolgálod rendesen, majd egy karmával szépen elrendezed. Ősi civilizációkban roppant sokat írtak erről, roppant sokat, hát ki is gyomlálták, hogy a karma az nem kell. A karma az nem kell. Persze van, ahol ezt tudják, hogy van, ott az ismeri. Nem arról kell szóljon az életed, és ez több mindegy, hogy most melyik földrészen élsz, hogy nagy szívásba élj, meg mindent dobjál magadtól, meg semmire, tehát igényt, nem erről szól, nem, ilyen nincs. Nem arról szól, hogy egy gatyába üld le az életedet egy kövön, hát ez hülyeség. Nem, abban te mit fogsz, meg majd megvilágosodsz egy, mit tudom én, majd a napon, a padon, hát hülyeség, hát nem. A megtapasztalásaidból fogsz fejlődni. Megcsinálsz egy ilyet, megcsinálsz, alkotsz egyet. Megnézed, az milyen hatással van rád, jó, és megnézed, odaadod másnak, azok, az. Ezek azok a sikerélmények. Az, hogy ülsz,
egy padon, egy fa alatt, vagy egy réten, vagy egy parton, azzal mit csinálsz? Üljél egy-két napig, pihenj egyet. De így életet nem érhetsz le így, ezt neked is tudnod kell. Tehát amikor nem az a célod, hogy egy rongyba éld le az életedet, vagy vannak olyan szekták, ahol azt mondják, hogy lehet két ruhád, a többit meg majd összedobjuk. Hát ez hülyeség, gyerekek. Hát pont ez, és az mit alkot? Föl tudja, azt megeszi azt, amit te odaadtál neki? Ha te nem adod oda, akkor mit teszik meg? Akkor semmit. Azt, amit csinált, semmit. Tehát nem kiszolgáltatottnak lenne, hanem körforgásba kell lenni. Ne kiszolgáltatott legyen, ne kiszolgáljon, hanem körforgásba. Adsz, vetsz, nem pénzről beszéltem, hanem tevékenységről. Tudod? A pénz addig van szerepe, ameddig van haszonélvezője a pénzporáz végén. Addig van a pénznek szerepe. A terméknek van szerepe, ne felejtsd el, annak a növénynek, az állatnak, vagy amit te csinálsz, annak van szerepe. Ha te csinálsz egy kerámiát, és elcseréled egy másikra, és nem pénzről beszélsz, és az neked örömet okoz, annak meg örömet okoz, akkor a pénz okozott örömet, vagy maga az, amit odaadtatok egymásnak. A szkíta kelár, és jegyezd meg, a szkíta az őseink voltak, a szkíta kelárba, abban a birodalomban, az úgy működött, a birodalom területére beért valami, annak nem volt ára, annak csere értéke volt. Ha kiment, kivitted, akkor te dolgod. De benn cserélhetted. Nem volt szebb világ. Volt, vitted a lovadat, elcserélhetted valamire, vagy amit akarsz, egy terméke, vagy tök mindegy most, nem ez az érdekes. Ott nem pénz volt, gyerek. Nem pénz volt. Helyettem, ami van pénz? Imádjuk az aranyat. Hát persze, az aranyat szeretjük, de nem akik nagyon szeretik, azok nem ékszerbe. Múltkor is mondtam, nem ékszerbe szeretik, mert tudják, hogy mit lehet abból csinálni. Mert azok az bizonyos egyik civilizáció, most az Anunnakiról beszélek, amikor azt hiszi valaki, hogy az Anunnakik csak rosszak, akkor rendkívül rosszul gondolja. Hát egy csoportról beszélsz, amelyik azért nem túl szép dolgot művelt, és amiért majd neki számolnia kell a visszatérés, meg az egyéb kozmikus fajoknak a számunkérését is meg kell tenni. Tehát valóban az egyik csoport az érdekesen elfajzott itt, meg kicsit elkalandozott. De nem az egész faj, mikor alak azt írja, hogy az adnokik azok rosszak. Miért az emberek csak jók? Hányszor valaki szerintem direkt próbálkozik, hogy ők csak rosszat hoztak. Hát persze, hát ha így akarod látni, akkor igen. És akkor mondd el a jót is. Ez hülyeség. Ez, azt nem mondjuk el, csak azt, hogy rossz. Hát persze, rabszolgás, meg a pénz, meg a izé, meg a ez, meg az, igen. Hát azért olvasd el azt a felét is, amit viszont adtak, azt nem, viszont nem olvasta el, hogy melyik volt az a társaság abban a csoportban, amelyik egy kicsit öncélúvá tett a létezését itt? Hát azt már nem mondta el. Mert azt már ő se tudja. De az egész rossz. De hát ez a szép ekkor. Nem baj, semmi gond nincs vele. Hát ha ő így gondolja, bízok benne, hogy birtokában lesz olyan információ, akkor rájön, hogy nem az egész, hanem egy társaság, egy csoportja, amelyik igencsak elmérte itt a dolgokat, és igencsak komoly elszámoltatás, de ez nem csak a saját fajtájával, hanem az egyéb kozmikus fajtákból is, testvérekkel is majd el kell számolnia, mert igenis mindenhol van számunkérés. Ez egy hülyeség, hogy azt, hogy mert ő magasabb, meg akkor is van. Magasabban mérik. Ha te tudatlan vagy, az egy állapot. Azért ismerd meg olyan dolgokat, ami nem abba az irányba vezet. Fontos megismerni, mert másképp ez... Mondom, hogy aki nem akar valamit elfogadni, az annak a téma, az eleve egy olyan terület, ahol azt mondom, hogy ott könnyen bele lehet csúszni, vagy azok rosszak. Meg azok csak. Persze. Kérdeztétek, melyik az a könyv? Én sokat tudnék mondani, én egyet mondok mindenkinek, azt olvassátok el, Michael Tellingernek.
az emberiség történetét, és abban is a utolsó fejezetet kezdjétek el. Olvassátok el, lehet kapni a könyvet, tehát nem egy elérted. Ne címkézz meg, ez a kérésem. Én nagyon sok könyvet elolvastam, nagyon sok cikket elolvasok, nagyon sok írást elolvasok, de nem címkézem meg. Azért nem címkézem meg, mert abban a pillanatban kizárom magamból az új információt. Mert a címkézés az azt jelenti, hogy el sem olvasod, vagy már eleve legyártod magadnak. Ó, ez egy hülye, ez ilyen meg. Tehát hogy fogod elolvasni, ha már így jártod? Hogy mondd el? Hogy? Ne címkézz meg. Nem baj, ha nem értesz vele egyet, de hallgass meg, mert nincs olyan, amiben nem fogsz kapni valami gondolatot. Mindegy, ha más nem az, hogy eszedbe juttat valamit, és akkor arról beszélj, hogy az a információ kimenjen jobban a térbe. Hát pedig az a probléma, hogy a térbe nem mennek ki az információ, hanem zárt körbe vannak. Ez egyik legnagyobb hibája. Nem véletlenül a titkos társaságok, ezek óriási hibát követtek itt el. Óriási. Ők összeszedtek egy csomó, úgy mondjuk komoly tudást, és ők megőrizték maguknak. De azt se feled. És ugye erről is meg kell beszélni. Azok a titkos társaságok, akiket ma esetleg névről tudsz, azok nem ugyanazok, mint az eredeti. Hanem egy nevet átvéve, az eredetiből kiszedve, sok információt megtartva, de már más célra használva, névazonosságot folytatta a létezését. Persze ennek a csoportnak, amelyikről most beszéltem, vastagon benne van a keze. Miért? Mert nekik igen magas tudásuk is van. Csak nem jóra használják. De ez nem a egész faj. Ez nagyon fontos. És ezekről borzasztó sokat lehetne beszélni. Azért mondtam, egy könyvet mindenkinek ajánlok is. És mondhatnék még vagy 20-at. Nem az a lényeg. Én egyet mondok, nem egy könnyű könyv. Tehát a Michael Turinger nem egy könnyű könyv. Tehát valaki azt mondja, ne úgy indulj neki, hogy az első oldal elindulod, mert állítom, hogy a századiknál megállsz. Nem, menj el az utolsó fejezetig, és hol van végig az emberiség történet. Ez az utolsó fejezet a könyvnek. Ez egy pár száz oldal, nem sok. Elolvasod, és akkor rá fogsz jönni, hogy onnantól már nem fog működni az, mikor beírja neked valaki, hogy de az mindig az ember, meg ilyenek, meg olyanok. Nem fog működni, mert egy csomó dolgot megismert. És miért mondom őt? Lehet szídni, lehet minél. Ez olyan ember, aki az a területen él Dél-Afrikában, nem rokonom, nem ismerem, nem fizet érte, hogy ezt most én mondjam rá, de egyet mindenkire fogok mondani, ha úgy érzem, hogy ő olyan dolgot tett be a térbe, ami a többi embereknek az ismeretét segíti, kinyitja legalább, előmozdítja azt, hogy kezdjél kutatni. És ebből a szempontból őt nagyon-nagyon jó példának tartom. Nagyon jó példának tartom. Az, hogy lehet mindenkinek hibája, mindenkinek lehet tévedése, de ez benne van a kutatásban. Ögyörgöm, azt értsd meg, ha te elkezded felfedezni egy területet, ahol élsz, és te találsz valamit, és lerajzod, leírod, és az addig lévő ismeret alapján próbáld elhelyezni, akkor lehet később egy javítás, és akkor nem lesz az, hogy te addig hülye voltál. Hát része voltál az egésznek. De ne hülyézd le. Viszont egy biztos, hogy ő azon a területen él, és azon a területen nem egy dokumentál elővet, ahol egy hemzseg az ismeretanyag. Hemzseg, egész Afrika hemzseg, gyerekek. Hemzseg. Most ugye megosztottak, fönn van, hogy Egyiptomban megtaláltak az aranyváros Luxor környékén. Hát, higgyétek el, hogy ez egy morzsa az egészben, ami ott van. De egy nagyon jó dolog. Lesz az a pillanat, és szerintem nem sokkára. Amikor az egész, amit ott most homoknak látsz, meg hogy mindenhol a világban romnak látsz, az ennyi alatt összeáll. Mert egy intelligencia tervezte, egy intelligencia van benne, és ez az intelligencia nem csak megtervezte, és most lokalizálta, visszahelyezi a működését. És akkor szerintem döbbenet lesz. Én ezért örülök, ha minden olyan feltárás, amit publikálnak, elzárjuk, meg ellopjuk, meg bezárjuk magánmúzeumokba, ahol már úgyse jársz. Tehát ez az emberiségnek, hogy az igazi tudást elzárták. Jöttek utána a csoportok, meg társaságok, amik már megmókolták rendesen az igazi tudást. Itt a mókolt tudásból
szemezgetsz, és te most azt hiszed, hogy tudsz valamit. Hát ezért van az, hogy egy filmet bemutatnak, és te azt hiszed, hogy ez kifi. Pedig ő a tudás alapján készítette a forgatókönyvet. A könyvet a tudás alapján csinálták. Elején mondtam, Gattaga, nézzétek meg, azt hiszem 97-es film. Nem ma volt, és ma azt mondta, ez most játszódik. A gyerek igaz, mondja, ezt most forgatták le. Hát ma le nem forgatnának egy ilyen filmet itt. Ha letiltanak, te azért megmondasz valamit, akkor megmutatták. Hogy van ez? Minél jobban élesedik a gondolat, minél jobban élesedik az elme, minél jobban kristályosodik, minél jobban tudatosodik az ember, annál inkább próbálják bezárni, visszatologatják, visszagyorsan, menjél már, menj vissza a szerencébe. Pedig tudod, ez már kiszabadult, ez a szellem. Ez már kiszabadult. Én azért mondtam, hogy ez az egész mostani szituáció, ez ugyan írtak erre egy programot, de kozmikusan is van írva egy program. Pontosan tudom, hogy ez nem véletlen van most itt. Ennél sokkal-sokkal nagyobb baj is érheti a bolygót. Sokkal nagyobb, amiről nem írnak. És az valóság pedig. Sokkal. De már nem az a kérdés, hogy te mit hiszel, de már nem kell higgyél. És azt hiszed, hogy arra nem küldtek figyelmeztetést? Azt hiszed, hogy arra itt le van kötve az elme ezzel a bolondériával. Le van kötve. Az igazi problémával nem foglalkozik az, aki lekötött az elmédet ezzel. Mert nem érti. Azt csak nézi az eget meg, hogy merre van, hogy van meg, mind van meg. Az univerzum az nem egy holt terület, az egy élő valóság. Ott nem csak jók dolgok történnek, rossz, hát negatívabb. Tehát mondjuk azt, hogy pusztítás. De a pusztítás az nem azt jelenti, hogy csak megöl, hanem egy újnak a kezdete. Több ezer csillag elpusztul, és meg is lesz belőle egy új. Mit hallasz erről? Semmit. És eddig elvontabb ilyen csatornák, amelyik foglalkoznak vele, csak az a bajom azokkal is, hogy a téma marha jó, csak szokás szerint olyan, mint a régészet. Igen, de 6000 év. Hát akkor innentől most egyébként egy kicsit nehezebb megbeszélni ezt a kérdést, de hát azt is be lehet szorítani valahogy, na hát majd valamelyik ízé, majd óegyiptomiba vagy valamibe beletoljuk, persze. Még a piramist nem tudtuk beletolni annyira, de hát most már adtuk neki valakit, már van majd 4500 éves, millió ilyen műsor megy le, és tudjátok, mindig azt szoktam mondani, hogy a képet nézd, a kép 1000 szó. A hangot vedd le. Nézd a képet, és menj le a belső hangodba. És ugyanazt a képet másképp fogod nézni. Ugyanazt a képet másképp fogod értelmezni. Ugyanazt a gondolatot fogod magadba végigvinni. És rá fogsz jönni, hogy jé, ez tényleg nagyon más, tehát basszus. Hát persze, hogy más. Hát az neked készült. Hát illetve azoknak. Ezer ilyen dolog van, nem? Hát csak itt marra messze vagyunk. Ezért lenne jó ez, amit mondtam, hogy éheztess meg magad. Mert gondolom a jó értelemet, tehát nem az, hogy most anyagi tönkremenetem miatt, hisz úgy elég sokan éheznek, de ők nem azért, mert az immunrendszerüket akarják fölépíteni meg a sejtjeiket, hanem ez a csodálatos rendszer, amiben élünk, körülbelül ennyit tudott csinálni. Amelyik mindenkiben ennyit csinálna, vagy olyat, hogy menj a vegyi koktélodra, aztán majd csinálunk neked egy avatót majd valamelyik temető környékén. Sajnos ez igaz. Nem tudom, hogy mennyi idő kell az embereknek ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy csak önmagukra számíthatnak először, és a felébredt tudatos ember viszont már körbenéz a környezetébe, és akkor rájön, hogy nem csak önmaga van, hanem vannak társa is. Az ember, aki egyedül él egy lakásban, egyedül él egy házban, magányosan, ne vár csodát. Akinek az összes beszélgető part az a kütyű, amit bekapcsol. Ne vár csodát. Hát, az nehezebb.
az egy nehezebb lesz. Hát az első számú célpontok pont ők, mert ők is a darabszámban benne vannak, tehát a darabszám alapján ő a selejtezés, tehát a kis elejtezés kategória. Nem jó, nem jó. De ez nem ma kezdődött, ez több ezer éve zart. Csak hát ma van itt. Hány dolgot kéne megbeszélni? Hány dolgot? Neveket, entitásokat. Azért szeretem azt az Egyiptomot, mert azt még azt mindenki hallott, azokat a neveket. Tehát az nem kell nagyon kutakodni, hogy ki ő, de ott is van nagy a torzítás. Szét, nézd, ott van Szét. Na, most eszembe jutott egy név. Szét. Erről csak rosszat hallottok. Pedig az anyagba tartás ura. Persze, kemény. De az anyagba tartás volt a dolga. Az anyag biztosítása itt, 3D-ben. Az anyagba tartás. De hát ő rossz. De ha nem lett volna, hogy lesz ebben? Na mindegy, ez egy hosszabb téma. Tehát csak azt szól mondani, hogy ha van lehetőséged, akkor tarts tovább a szem előtt az, hogy az embertársaidat világos is föl, hogy az a bizonyos ruletra ne üljön rá. Ne üljön, ne kérezkedjen az asztalhoz, ha ezt lehetne kérni. Mert akik már ott voltak, azok sajnos nem lettek bők felvilágosítók, hanem csak nézd az arcát. Én csak azt mondom, nézd az arcát. Nem láttam rajta örömöt, pedig ő már ült az asztalnál. Ő már ivott a mennyei koktélba. Ivott. És nem láttam az arcán azt a kirobbanót, hogy te milyen hülye vagy, próbáld ki, nézd meg, kirobbanok. Olyan ellenállhatatlan akarásom van, öröm van. Szétrobbanok az örömtől. Nem látsz ilyet? Nem. Csak azt kérdezem, hogy hogy érzed magad? Ja, nincs semmi, ja. De olyan érzésem, hogy az ember meg az elm az két külön volt. Mintha nem is beszéltél volna vele. De hogy van ez? Szerinted hogy? Mert megérkezett benne, mert a lélek még akkor még van. Kérdezz, miért tetted ezt? És igazából nem tudsz ezzel, figyelj, elítélni, ne ítéld. Ez az ő állapota. Mindenkinek van egy útja. Hát ha neki ez az útja. Csak az a baj, hogy ez nem önszántából tette. Ő azt hiszi, hogy, és mindegyik azt hiszi, mikor elmegy egy ilyen helyre, hogy ez egy megoldási faktor. Annak a megoldása, hogy az ő létezését betesszük egy zárójelbe. De mire a megoldási faktor? Mert ha megkérdezed ott, amikor odamész, és ezért volt jó az írás, ott nem válaszoltak, akihez ment. És ott azt mondták, hogy nem tudunk segíteni. Hogy van ez? Akkor hogy van ez? Mibe a megoldási faktor? Mibe? Neked úgy kellett volna érkezni, hogy te XY-ra jössz, és kéred a te anyagodat. Te. De azt már nem adhatod oda a társadnak, a barátodnak, a gyerek, csak te. Mert ő neki van a sajátja. Hát nem ez lett volna. Hát ez a megoldás. Na, de te ezt szó nem lesz erről. Ha te azt gondolod, hogy egy ilyet fogsz hallani? Biztos, hogy nem. Azt viszont látod rajtuk, hogy hát és akkor menjél bele, kicsit beljebb, ahol már nem engednek. Örömmel hallom, és örülök, ha valaki volt benne, és már otthon van, és ilyet is tudok, hogy már otthon van, és helyes. Azt kívánom mindenkinek, aki belekerül egy ilyen problémába, az gyorsan ki tudjon jönni. Vagy ha valaki részt vette egy ilyen dáridóba, egy ilyen koktéldáridóba, hogy magasabb intelligenciát segítsenek, hogy kivezessék belőle. Ezt kívánom mindenkinek. Nekik van lehetőségük, mert talán az, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik ebbe belementek, az egy a félelmük vezette bele, meg a tudatlanságuk. De nem azért, mert ő ezt látta az élete értelmének. Én úgy érezte, hogy meg kell menteni, mert ezt hitte el, ezt látta, talán ezt mutatták be neki. Ő nem gondolt arra, amire pedig sokat hallhat. Csak nem abban a pillanatban, mindig azt a pillanatot nézni, amikor teszel valamit. Abban a pillanatban azt hitte, hogy ő érti a létezését. Ha értette volna, akkor nem lett volna ott.
mindenkinek azért szólok. Kezd el a belső hangoddal kommunikálni. Nem baj, ha nem érted, de szólíts meg, és egyszer csak rá fogsz döbbenni, mikor fekszel az ágyon egy éjjel, látsz egy filmet, amiben te voltál a szereplő, meg te vagy. Bemutatják. Mindenkinek bemutatnak egyszer egy filmrésztetet. Nem kell megrémülni, sokat írjátok is. Az nagyon jó. Mindenkinek. Ma ez a feladat, ma azt hiszem az emberiségnek egyik legnagyobb kihívása lesz, hogy hány társadat tudod úgymond olyan élet vitelre, vagy olyan döntésekbe segíteni, ami az ő életébe még hosszú távon sikeres lesz. Ez ma egy nagyon komoly feladat. És az egyik nagy sikered lesz, ha minél több lesz azok, akik nem akarnak a koktélbárnál jelentkezni. Vigyétek el, az egyik legnagyobb sikered lesz, a legnagyobb élményed lesz, mert te tudod, hogy nem leszel ott, és te szeretnél mindenkivel találkozni. Tegyél meg mindent, hogy találkozz vele. Tudom, hogy nem tudsz, tudom, nem is szabad, de a te belső hangodban kérheted. És el fog jutni, mert neki is van, az a bizonyos morfogenetikus mező, minden megy. Az egy komplet hálózat. Az nagy akasszán ott marad. A te kérésed is ott marad. Csak jó szándékú legyen. Ártad is sosem, nem szabad. Ez egy nehéz időszak lesz. Mert már most is az. Tényleg azt mondom, hogy hallottál róla, hogy mi lesz össze, vagy én végén, vagy jövőre? Nem fogsz hallani. Maximum 2-3 hónapot hallasz. Nem csak azért, mert nem akarja elmondani, azért, mert szerintem nem is tudja, mert pontosan tudja, hogy az a invitáció, amire meghívta a klientúrát, az igazából az ő életfilmjébe egy kegyetlen lesz. Az kegyetlen lesz. Tudod, ha te még dönthetsz úgy, hogy ismeret, meg információ hiányában belemész egy dologba, és ezt megteszed, ez nem ugyanaz a megítélés, mint aki pontosan tudja, hogy beleküldök. Ez nem ugyanaz. Ha beleküldeni embereket, és azután majd sorsára engedem, vagy pedig nincs ennyi információm, és a félelmem, a mit tudom én, majd hogy hívják ezt a... Hát, tényleg a félelem, maradjunk abban a félelem. Az olyan szinten ott van, hogy szinte ő... rezeg, és menne, meg nem menne, meg szerintem nem akar menni, de hát oda aláírtam. Figyelj, ha te aláírtad, akkor még nem kell. A te életed a te életed. Nem az, akinek aláírtad, az a tiéd. A te döntöd el, mindig te döntesz. Mindig te döntesz. Az utolsó percben is te döntesz az életedre. A te nem kötelez semmire. Ezt meg tudod tenni, ha megteszed, akkor tettél magadért. Vagy így, vagy úgy. Én csak azt látom, és nézzétek meg, felhívom a figyelmeteket, hogy nézzétek meg, hogy akik elmentek, mit láttok rajtuk? Tudjátok mit? Ilyen, azt a... Ja, nincs. És hopp, és nem találom őket. Biztos, hogy nem léptek, nem csekkoltak ki. Csak esetleg olyan dolgok voltak vele, amit nem hitt el addig, pedig hiába mondtuk. Vagy pedig mondták neki. Kívánom mindenkinek, hogy időbe térjen ebbe magához. Nem könnyű. Mindegy, de a dolgunk nem az, hogy... Elkenődünk, hanem az, hogy igenis mondjuk, nem noszogatjuk, nem, senkit nem kényszerítgetünk, semmi, nem. Felhívni a figyelmet. Mit mindenre? Ha azt megteszed, te megtetted a dolgot. Ha magaddal szemben viszont neked kell megtenni. Az egyértelmű.
Nagyon örülök, hogy sokan beszélgettek a belső hangodért, mert megértitek azt, hogy amit mondtam, hogy az igazából az belső hangodok. Ez nagyon örülök, mert egyre többen írjátok, és ez jó, mert ez bizonyíték arra, hogy igen, és rátalál mindenki rátalált a belső hang, mindenki, aki ott volt, hogy... És lehet, hogy én most szóltam, vagy valaki szólt, nem biztos, hogy én, vagy valaki hallott egy másik beszélgetést, vagy egy műsorban, de valahogy összecseng, és utána, amit hal, meg ami vele történik, valahogy milyen érdekes azonos. Azért azonos, mert igazság egy van, hazugság van sok, ne feledd. Igazság egy van, hazugság van sok. Hát nem véletlenül nem tudsz eligazodni, mert kinyitod bármelyik dolgot, tök mindegy, hogy most melyik felületet, hát abból nem tudsz eligazodni, hát abból semmi se igaz, az a baj. Hát próbálj meg, hát nem tudsz. Ha igaz lenne, akkor nem mondaná. Hát ez sehogy nem, mert egy cél van, benned meg más van. Te azért mész, mert élni szeretnél, te azért mész, mert még a létezésedet úgy érzed, hogy nem akarod abba hagyni itt, legalábbis most. Ott meg arról szól, hogy nekik nem vagy fontos. Te beszélj így, igen. Így elbeszélgetnek vele. Igen. De hát nézd meg azok, akik megszólalnak, hát... Amikor összegyűlnek. Kemény. Nincsen baj, csak tudatlanság van. Én ezért szeretném mindenkinek azt mondani, hogy aki még nem ment el semmilyen hívószóra, az találjon más elfoglaltságot. Kezdje átalakítani a környezetét. Kezdje meg esetleg egy úgynevezett, most nem akarok semmit, enni, inni, egy próbálja ki magát, és meg fogod látni, hogy mikor, tök mindegy mennyi idő, azt mondod, hogy most ennyi volt, hát, hogy te nem akarsz elmenni koktélzsúrra, abban biztos vagyok. És ne lepődj meg, ha ezt egy kicsit rendszeresen csinálod, hogy az addig lévő gyógyszerdózisod is szükségtelenebb lesz. Ne lepődj meg. Mert mindennel összefügg. Amikor te fölépülsz, amikor te helyreállsz, amikor te felállsz, akkor azt jelenti, hogy azok, amik úgy érezted, hogy majd ezt rájössz, ezt anélkül is megvagy. Csak hát elhagytad azokat az okokat, amiért azt kellett venned. Nem lesz könnyű, mert azért megmondom őszintén, amikor visszaállsz, akkor olyan érzésed lesz, mint hogy amikor veszel egy iparit, megkóstolsz egy ipari tejet, amit kapszol a boltokba, és megkóstolsz egy olyan tejet, amit a tehén mellől nem sok a főfúra adtak, és körülbelül ez lesz a különbség. Én ezt javaslom. Igen, vissza a természet. A természet ez egy rendkívüli, nagyon nagy gyógyító erő, és igenis javaslom mindenkinek, hogy kezdje meg a kristályoknak a begyűjtését. Igenis, kristályokkal rendkívül módon lehet koordinálni az életedet. Rendkívül jó. Nem mindenről minden, és nem kell mindig minden. Ezt szok meg. Igenis, tedd föl, tisztítsd meg. Lemosod, tisztítsd meg. Lemosod víznél, folyóvízbe. Tehát a csapnál megmosod, és tedd ki a napra. Tehát tedd ki a holdra. Mind a kettő egy energia. Töltsd föl, és használd. Nagyon jó az organit, minden piramisok vannak. És nagyon jó dolog. Az, hogy te mit érzel belőle, lehet, hogy ma még semmit. Kezd el átalakítani a környezetedet, kezd el színeket, vigyél be színeket. Amire azt mondod, hogy hangulat, az azt mondom, hogy energia. Amire azt mondod, hogy jól érzed magad, azt mondom, hogy energia. Amire azt mondod, hogy fú, de jó vagyok, azt mondom, hogy energia. Mert minden energia. Csak ezt nem tudtad. Vagy nem gondoltad, de nem baj, mert amikor ezt megkezded, akkor rá fogsz döbbenni azt a rendkívül egyszerű képletre. Ez mind benned van, mert te csinálod meg. Fessél ki te egy részt, fessél, ahol alszol, azt a falat fessd át egy
egy olyanra. Fesd át, meg fogod látni, hogy másképp fogsz aludni, meg fogod látni, hogy másképp fogsz ott ülni. Fesd át azt a sarkot, ahol olvasol. Fesd át, azt mondod, hogy nem akarsz onnan eljönni. Miért? Nem a szín miatt, az energia, ami hat rád. Mert minden mindenre hat. Minden mindenre hat. És meg fogod látni, hogy pici dolgokat teszel, és nagyon nagy dolgokká válnak. Pici dolgokat teszel, és nagyon nagy dolgokká válnak. Miért? Mert minden mindenre hat. Mindig, mindig ott van az az energia. Fránya energia. Ott van bizony. Hát, egy dolgot javaslok, ne használj nagyon a fehéret. Nem, nincs bajom vele, tehát fehér papírra lehet írni. Nincsen bajom, csak abban a térben, amiben te vagy, azt próbáld összerakni. Igen. Mert bizonyos frekvenciák csak bizonyos színek által fognak bennmaradni. Ott leszel abban a térben. És amikor ott vagy benne, akkor csak úgy érzed, hogy mész, és nem fáradsz el. Hát, nem könnyű út néha, főleg, ha még más is csinálsz mellette, de tedd meg magadért, tedd meg a környezetedért, az ismerősét, gyarádodért, barátaidért, tedd meg, gyerekeidért, tedd meg. Nem kell semmit csinálni, csak tedd meg. Bátran nyúlj a színekhez. Mondom, ha valami elakadsz, írd meg, segítek. Ügy egy fotót, hogy melyik, mit, hova, hogy írd le, még az se kell. Hogy milyen célra szeretnéd. Az se kell, nem kell, hidd el, mindennek mindennel összefügg, okkal van. Nincs okozat nélkül, nincs. És meg fogod látni, hogy te nem a koktélhelyeket keresgéled, hanem a békédet, a nyugalmadat, és azt ott fogod megtalálni, hol pont vagy. És hogy kimész a napra, az is jó. Ott vagy, esik az eső. Hidd el, amikor te teljesen rendben vagy, akkor neked tök mindegy, hogy a nap süt, vagy az esik az eső. Mind a kettő a természet része. Mind a kettőre szükség van. Az esőt ne szidd, mert attól lesz neked növényed, kerted, vagy attól lesz vized. Miből lesz az édes víz, hanem az esőből? Mit fogsz inni? Tedd meg, csak most összefoglalom, tedd meg, hogy szerezd be egy életvirága szimbólumot. Tedd rá a vizes kancsóda, tedd rá az ételed alá, tedd oda. Hát energetizálod az egészet. Ne higgyél benne, tudd, hogy igaz. Az egy univerzális szimbólum. De amit akarsz, tedd rá, de az egy alap, az rögtön ráteted. Ha ezt megteszed, akkor tök mindegy, hogy miben vagy. Ráteted a mikródra is. Ide, hogy ráteted. Minden összefügg. Az a mikro is valamiből áll, nem? Szerinted? Nem anyagból? És ez az életvirága mit fog változtatni? Nem ad a rezgést? Hát dehogy nem. Azt az ételt. Mások házi áldást mondtak, meg imádkoztak. Ha így gondolod, én mondom az egyszerű, hogy tedd oda az életvirágát. Ott azt nem imádkozol, ott az benne van minden. Életvirága. Itt van mögött. Neked is van. Biztos, ha nincs, szerezd be. Előbb vegyél olyat, mint bármit. Vegyél egyet. Nem kell nagy legyen. A poharad alá, a kancsóra rátetted, az ételed alá. Csak tedd rá. Tedd oda. Már mindent megtettél. És egy picit beleviszed azt a belső hangodat, és ráviszed azt a te lelkedet, akkor hidd el, hogy abban a pillanatban kapcsolatba fogsz kerülni vele. És az az étel az a te áldásod lesz, az italod a te áldásod lesz, és a te otthonod a te áldásod lesz. És a te embertársaid az a te áldásod lesz. És ne kerüld az embereket, hanem találkozz velük. Mert az emberek azért lettek teremtve, hogy egymás segítsék. Nem az, hogy egymástól, jó, marha messze menj tőlem, bőj, te leprás. Nem. Meg fogod látni, amikor lelki békében vagy, akkor meg fogod mutatni neki is, hogy ő is abban legyen, és amikor ő is abban lesz, akkor nem elkerülitek egymást. Hát gondolod, de amikor azt mondják, hogy tartsd távot, tartsd messzire. Hát persze. És akkor hogy fogsz vele kommunikálni? A gépek világában nincs érzelem, a tiédben még van. Ezért ezt éltesd. Úgyhogy
Azt kívánom mindenkinek. Most hosszú lett egy kicsit, azt hiszem. De most úgy így jött, és ez egy olyan téma, amit nem lehet eleget mondani, mert látom a kérdésekből, meg amiket írogattok egymásnak. Na, a politikával foglalkozzatok. Hidd-e, hogy a világ úgy szenny, ahogy van. Az egész egy szennytelep. Ezt úgyis kozmikus szinten kell kitisztítani. Erre az ember ma már nagyon-nagyon kevés. Ehhez jönnek azok a bizonyos segítség, akik nagyságrendben meg tudják tenni, és meg is fogják. Ezért kérem azt, hogy mindenki kérje. És ez jó volt a gondolat. Mindenki kérje tiszta szívből, te, mint te. Kérdez, jó, ez fontos. És ez meg is fog valósulni. Mert ez a világ másképp nem ússza meg. Mert az aratás, az megkezdődött több szinten. A tudatos ember megy. De hogy megy? Hogy ide érkeztek azok a mesterek, azok az entitások, akik tudják, hogy ki a tudatos. Azokra szükség van. Nem azért, mert a többire nincs, hanem annak még ideje kell legyen, még adni kell. Nem veszteséget kell eltermelni, hanem időséget. Ez pedig nem darabszám kérdése, hanem ezek a fajnak kell összefogni. Ez a faj nem tud összefogni, ha állandóan több méterre távolítják egymástól. Nem tud. Nem egy sporteseményre kell egy várost felszabadítani, mert egy meccs lesz. Nem azért, hogy egymást szeretni tudják az emberek, hogy tudjanak találkozni, tudjanak beszélgetni, el tudjanak menni csavarogni, el tudjanak menni közösen egy útra, ahol közösen élményeket szereznek, megbeszélik, és örülnek. Nem egy sportmeccsre kell összehozni. Vagy ez meg akar felelni, hogy egy meccset megnézhessenek. Ez nagyon szűk dolog. Ebben sokkal-sokkal több van az ember. Benned. Mindenkiben. Na, ennyit szerettem volna ma, és köszönöm, hogy hallgattátok, és hogy remélem, hogy másnak is tudtam ebbe segíteni. Valaki megkérdezte, hogy miért dörzsölöm össze a kezem. Nem azért, hogy idegesítsen, hanem ez egy energia. Próbáld ki, törzsöld meg fog melegedni, és tedd oda valamire, energiát adsz át. És ugyanezt szoktam. Csak az emberek nem tudják, mert a szokás az szokás. Igazából a tudatos szokás az viszont jó dolog. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon szép estét, nyugodalmas éjszakát, aki olyan helyen él, nagyon szép és nyugodalmas napot, és ígérem, hogy fogok jelentkezni. Most benne vagyok egy kis melódiába, de ennek az eredményét azért egyszer majd megosztom. Úgyhogy mindenkit várok szeretettel legközelebb is. Áldás mindenkire. Köszönöm.